Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes kis videót találtunk, és egy olyan videó, amiről szerintem mindenkinek van élménye, ugyanis megmutatják azt, amiről én sokáig azt gondoltam, hogy ez egy magyar sajátosság. És kiderült, hogy nem, ugyanis mindenki járt már úgy szerintem, hogy Magyarországon svédasztal közelébe került. És hát tudjuk, hogy a magyar ember, ha svédasztal közelébe kerül, akkor ott nincs barát, nincs család, ott csak ellenség van. És csak olyan emberek állnak melletted, akik veszélyeztetik a te testi épségedet és a te jól lakásodat, és hihetetlen pusztítás megy. Veszélyeztetik a te svédasztalodat. A te svédasztalodat. Igen, tehát már látod, hogy neked nem fog maradni. Igen. És hiába mondják, hogy mindjárt újra töltjük, uram. Nem, igen, hoznak még. Na most a Velvete megjelent egy olyan sajtótájékoztató, ahol kínaiak találkoznak először valamilyen, én nem tudom, rákkal. Garnélával? Garnéla rákkal, így van. Láttad ezt a videót? Garnéla rákkal találkoznak, és hát azt gondolnád, hogy tényleg a magyaroknál nincs durvább. De van. Ugyanis bemutatnak egy olyan videót, ahol azt látod, már indítom is, azt látod, hogy mit csinálnak a kínaiak. Feltesszük a Facebookra, meg tudjátok nézni, ti is, drága hallgatók. Bár az első pár másodperc is zseniális. Mit csinálnak a kínaiak a garnéla rákokkal? Ugye látunk egy hatalmas nagy, hát nem is tudom, mi ez? Egy hatalmas nagy tálat, ami tele van garnéla rákokkal, és azt látod, hogy a fogót azt oda középre lerakták. De senki nem ül a fogóhoz, ugyanis a kínaiak, a magyaroknál is durvábbak, azt csinálják, hogy a tányért megfogják és belemerítik a garnéla rákba. De akkor egy fekete mosogató, tehát hogy ez nem egy egyszerű tál, hanem ez egy kisebb feszített víztükrő medence. Lögdösödnek, tolják nagy egymást, verekednek. Három tál egymásra. Van, aki három tányért egymásra fog, és mint egy tortát, egy garnéla rák tortát próbálja kiemelni, de nem engedik el. Van, aki két tányért fog, az egyikkel kaparja bele a másikba. És azt látod, hogy az a nő, aki három tányért összefogott, nem tud kifordulni és elfordulni a svédasztaltól, mert a mögötte jövők nem engedik távozni. Van, aki átnyúl a másik tányérjára, van, aki kézzel szedi, tehát, hogy maga az Armageddon. Mi a sztori, ez verseny? Nem, ezek kínaiak beszabadultak a svédasztalhoz. Jézus. Tehát ezt látjuk. És sokáig azt hittem, hogy ez egyfajta magyaros temperamentum, ami történik különböző magyar szállodákban. Erről mindenkinek van tapasztalata. Mi történik az embereknél, amikor svédasztalhoz kerülnek? Mi az a fajta csordaszellem vagy farkas ösztön, amikor is elkezdesz... kikapcsol, mert látom, hogy rátapadhatod. Elvesztettelek benneteket. Az volt a vicces, hogy ugye valaki úgy ment oda, hogy néhány ilyen kis, hogy hívják, volt ilyen kis bab volt Fizzöltség. Már a tányérján. Ő elkövette azt a hibát, hogy először a zöldségekhez ment, és mire odaért a garnélákhoz, mert nem volt neki. Szerintem ez nem tudom, ez a túlélési ösztön. De észrevettétek, hogy rajtatok is kicsit eluralkodik? Hát persze, mert az már tudod. Én elkezdtem gondolkodni, hogy milyen irányból kellene oda menni. Tehát észrevetted azt, hogy valami pszichés ilyen elváltozás indul, amikor tényleg oda lépsz egy svédasztalhoz, átragad rád a pánik. Én is néha észreveszem, hogy tűrtőztetnem kell magam, és mindig azt mondom, hogy ne siess, nem van az semmiről. Szólok saját magamra. Anyád, ez mennyit visz? Tehát, mi van a svédasztalnál, ami egy ilyen tömegpszichózist okoz? Mondom neked, ki van fizetve, az az enyém. De én nem gondolkodom így. De azt ér, belül ez van. Te befizetted a szállodai cuccot, kifizetted a pénzt, tehát akkor az van, hogy az az egész az enyém. És valaki más viszi az én svédasztalomról a csirkét. De előttem nem lebeg az összeg. Tehát nem azt gondolom, hogy nem most kifizettem, leesem őket, most aztán kizabállak a vagyonatokba. De nem a pénz. Éjszakára, nem. Szuperior szobában rohagyatok meg ezt a húsgombocot, meg legyom, hanem valahogy tényleg elkezdesz egy kicsit sietni, kapkodni, és azt érzed, basszus, még néha én is, hogy valamiről lemaradsz, és valami elfogy. Nem így van? Nem. Nincs nálatok ilyen? Ők az erősek, te vagy a gyenge. Bedarálnak? Érted? Persze, mert ő bennük még olyan szinten munkál a túlélési ösztön, hogy ezek az emberek, ezek akkor is itt lesznek, amikor te sehol se leszel. Te ilyen fogsz pusztulni, ők viszont túlélnek. Ők a fajunk elsődleges képviselő, ők a csúcs. De te teljesen nyugodtan mész oda egy svédasztalhoz, és oldalról finoman benyúlsz, kiveszel egyet, majd visszaülsz, vagy rád is átragad az a fajta kicsit tényleg erős tömegpszichózis, hogy sietned kell. Nem, én valakit, aki jön teli tállal el a svédasztaltól, azt sokkolózom le. Két sarokkal arrébb elveszett tőle a tányérjét. Figyelj, van benne ugye, valami. Ugye, van benne valami? Van benne valami. Meglátod, és akkor így elkezdesz rajta gondolkodni erősen, hogy basszus, kiszúrtam magamnak ott ezt a izét, ezt a mit tudom én mondjuk ilyen sajtfélékre szoktam általában rárepülni, és konkrétan ideges leszek, amikor azt látom, hogy valaki fogja szépen a izét, a villát, és szed egyet, szed kettőt. És elkezdesz toporogni, szedni, de látod, hogy van egy csomó, nem fogy el, de valahogy mégis azt érzed, hogy sietned kell. Az
megvan az a vendég, aki úgy ül le és úgy nézi a szobát, vagy úgy nézi az asztalt, hogy közel legyen a svéd asztalhoz, és mindig egy rajt pozícióba ül. Az megvan. Van egy típusú vendég, aki úgy tud leülni, hogy mindig valahogy mindig az asztalhoz közel. És bemész egy magyar szállodába, azt látod, hogy a svéd asztal melletti asztalok tele vannak. Nyilván azért veszem észre, hogy tele van, mert basszus mérges vagyok, hogy nem igen, tudom. Igen. De hogy oda ül az ember, nem? Az igazi profi az a svéd asztalhoz ül le. Igen. Igen. De egyszerűen tényleg elképesztő, és az ember nem tudja saját magának megmagyarázni, hogy vajon tényleg mi történik, és nem feltétlen csak az éjség. Ez valami ugye, másról szól. Én például nem szeretem, hogyha összekutyulják a soblói galuskát. Tehát mindig kihozzanak ilyen nagy tepsibe, és a vége az az, hogy mire mi végigesszük a teljes menüt, meg mindenből ettünk rendesen, és megvárnak ugye a desszertet, ami ugye az egész étkezésnek a koronája legalábbis számunkra, akkor azt látom, hogy össze-vissza van kutyulva az egész, meg ott hagy egy kis tejszihabot, meg ilyen üres piskótát, csoki szószós, vagy nehogy is, nehogy a kókuszos somlója, akkor ilyen kókuszos víz, már egyáltalán gyakorlatilag nincsen belőle semmi. Néhány ilyen kis pamacsított hever, meg össze-vissza tördelt piskóta, és ezért szoktuk azt csinálni, hogy már az elején elhozzuk a somlóit is. Na te vagy az a... Aha, na megvan. Tepsistől. Igen, az egészet. Ugye a svédasztalos szedésnek az etiketje az, hogy egyszer, hogy odamész, akkor az előételt kiszeded egy kis tenyérre, és azt visszaviszed, nem mész vissza ugyanazzal a tányérral. Mi történik a magyarnál? Ő egyszerre fogja elvinni a desszertet, a főételt. Mert nem tudja eldönteni, hogy melyik legyen az előétel. Érted? Nem tudja, hogy melyikkel kezdve. Ja. Egyszerre viszed. Egyszerre a három tányért már ilyen pincéri magasságokba emelkedve próbálod megvinni. Sőt, én már olyat is láttam, amikor egy nagy tányérra kiszeded a desszertet. Ne! Ne! Ilyen nincs! Van! Szállodában. Kicsi rakott krumpli, kicsi somlói, kicsi borsó leves. Hát a levest éppen nem öntötte bele, de mert az még a jobban elfért. Atya úristen. Meg tudod mi van? Nem tudja, hogy rögtön hozzák-e például a vaníliasodót, mert hogyha már... Milyen jól mutat az a brassói mellett? Van egy rohadt nagy tálca, tele van ugye aranygaluskával, és akkor kihoznak mellé egy literes ilyen kis vaníliasodót. Vagytok rá 50-en. Persze, hogy már az elején mindenki iszonyatos mennyiségben rápakol a saját aranygaluskájára, mire te oda jutsz, már csak a galuska van, sodó már nincsen. Nagy nehezen összekapirgálsz belőle egy fél decit, rárakod a galuskádra, majd megfullasz tőle, annyi vizet kell inni hozzá, mint az állat, hogy lecsusszon. Miért nem szólsz, hogy hozzanak jól laktál vele, már egy grammot nem tudsz enni, erre mit csinálnak? Hozzák a vaníliasodót. De mondjuk ez te vagy, János, azért ez nem mindenkinek működik, ez te vagy. Na, tehát ezért hozzuk el már az elején. Tehát ez te vagy, hogy pont elfogy, mire lejössz, újat hoznak, odamész üres, mondják, hogy most vitték el az utolsó. Tehát amiben meleg maradt. Neked a halálod a svéd asztal, mert ott te mindig megszívod. Na, drága hallgatók, tessék nekünk vallani. Ki hogy működik? Kíváncsiak vagyunk, ki a potyázós, ki a verekedős, ki a tolakodós, ki a résen lévő svéd asztalhoz közel ülő, rajt pozícióban elhelyezkedő, vacsorára betámadó, már 3-4-6-kor az ajtóban tolongó, de csak 6-kor beengedő potyázó. Írjátok meg, ti hogy viselkedtek. Így van, jó? De nem szégyenkezni, csak én égek. Tessék őszintén vallani. A verekedős, a rokonokat odaengedős, a gyereket elküldős, hozzá makaronit, Pistike, mert agyonverlek, ha nem hozol apádnak oliva bogyót, gyerek tányéron 3 évesen egyensúlyoz, ilyet is látunk, ugye? Elhoztam az egészet. 8 francia krémessel, a 4 éves gyerek 3 gombóc fagyival, a fele leesik, mire visszaér, ilyet is látunk. Tehát ki mit csinál, jó? Tessék nekünk bevallani. Illetve ha van magyarázat erre a fura tömegpszichózisra, akkor azt is írjátok meg, hogy tényleg mi történik. Mi a fene történik a svéd asztaloknál? Látva a kínai videót, legalább megnyugtató, hogy nem csak magyar sajátosság, ott ember embernek farkasa. Nem? Hát itt Magyarországon nincs kegyelem. Uh-huh. Ne ezt csinálják a kínaiak. Csinálja azt, hogy félbevág egy zsömlét, mert telerakja garnéra rákra, aztán visz magának egy garnéra rákos rendzót. Nagyon örülünk a rokonokat, ismerősöket bemártó SMS-eknek is, jó? De hát jobb. A legjobb. Sőt, ha a saját sztoritokat nem merétek úgy elmondani, hogy a tiétek, tessék apukára, anyukára, anyósra kenni, így van. Mit csinálnak? Vagy láttam egyszer, Jani. Ott hát a sodónál. Tessék bemártani a rokonokat. Őszintén fejtsük meg, és legyünk önkritikusak magunkkal szemben. Mi a baj a magyarokkal, svédasztal szempontjából, hát a sikerül megfejteni. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Szép reggelt kívánom mindenkinek, egy teljesen hétköznapi átlagos dologról beszélgettünk, de mégis érdekes a téma, hogy ugye mi megy végbe az emberben akkor, amikor belép egy szálloda éttermébe és meglátja, hogy svéd asztal van. Ugyanis felkerült egy internetes portálra egy videó, ahol is kínaiak önmagukból kivetkőzve tányérral merik az edényekből a garnéla rákot. 3-4 emeletnyit felpakolnak, rák tányér, majd megpróbálnak ugye eljutni az asztalukhoz.
és hát egy tömegverekedés jelentei bontakoznak ki a szemünk előtt annak, aki megnézi ezt a videót, és rájön az ember, hogy na jól van, akkor azért nincs akkora baj, nem egyfajta magyar sajátosságról beszélünk, úgy látszik, hogy minden hát minden náció megőrül, amikor svédasztal közelébe kerül, ezt lehet hallani azért az oroszokról is, például, hogy nem gyengén nyomják, hogy, és hát látjuk a kínaiakat is, ugye, hogy önmagukból kivetközve ember embernek farkasa, mert a rákot meg kell enni, el kell hozni, ha kitették, ott nincs barát, te nem lehet, ott csak ellenség ilyen, van. Ez egy ilyen, mit tudom én, a kínai Sobert Normi fogyókúrás táborának az utolsó búcsú vacsorája volt, érted? Egy hétig csak puliszkát ettek? Igen, és meglátták a garnéra rákot, és mindenkibe felrobbant valami. Biogabi tartott egy kínai túlélőtábor kölespehelyel, és erőturmixel, és az utolsó naptal. Igen, némi amaranta, és az utolsó napot láttuk. És ugye azt, arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti hogy viselkedtek a svéd asztalnál. Lehet bemártani rokont, családtagod, apukát, anyukát, illetve bevallani, hogy ha nagy tolongás van, inkább leülök és nem eszem típusba tartoztok, vagy igenis, ez egy harc, harcba indulok, odaszóltok az asszonynak, mindjárt jövök, és elindultok, és részt vesztek a háborúban. Ez a két típus van szerintem. A csendes visszavonuló, nem harcoló, és az, aki beleveti magát a forgatagba. És csendes visszavonuló, megvárja, míg lemegy a tömegverekedés. Vagy inkább nem eszik, akkor... vagy nincs kedve, mert elmegy az étvágya. Aki durcásan feláll, megtörli a száját, még iszik talán egy korty vizet, aztán végignéz a többieken, és úgy látszik az arcán, hogy azt gondolja, hogy söpredék. Nem is biztos az, hogy durcás, én megértem, néha nekem is van olyan, hogy nem ő volt a leggyorsabb. Nem, amikor nem vagy annyira éhes, én is szoktam úgy érezni, nem mindig akarsz ebben részt venni. Ha éhes vagy, akkor benne vagyok. Fölveszem a kis bukós, és akkor már könnyebbet is belemegyek. Akarok ebben részt venni, Viki. Amikor nem vagy annyira éhes, és látod, hogy ölik egymást, akkor azt mondom, nem, majd, hogy végén a gyerek meghagy valamit, most nincs erőm oda menni. De tényleg én néha így is tudom érezni. De mondom, valamikor harcra kész vagyok, sőt, már a liftbe elkezdem hergelni magam. Igen. Hogy most. Vagy oda intél a pincért, és ők pedig megsúlyanak, hogy 6 perc körülbelül, még jön a friss. Addig 6 perc, igen, abban. Na, van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggelt! Halló, szervusztok, Attila vagyok. Újságíró vagyok egyébként, úgyhogy döbbenetes tapasztalataim vannak maszekba is, meg cégesbe is, ha érdekel. Na, miért írtál erről egy cikket, hogy a svéd asztal titkai? Én sportújságíróként dolgoztam, és hát ilyen szempontból, amikor tanuló voltam 18-20 évvel ezelőtt, engem küldtek minden sajtóra. Hát, jó, na most, ha újságíró vagy, azért ezt jegyezzük meg, hogy az újságíró társadalom 90%-át csak úgy lehet elhívni egy rendezvényre, ha tudtok zabálni. Tehát, hogy oda kell írni a sajtótájékoztató végére, hogy és természetesen büfével és svédasztallal várunk meneteket, 30-al többen vagytok. Magyarok vagyunk, tehát szállodában, amikor kirándulni mész, ugyanez van, tehát és azon bemész a svédasztalhoz, és már azon fázol, hogy rossz a felhozatal, tehát már megsértődsz, hogy nem az a kaja van, amit te szeret, mert Feri mondta, befizetted, tehát ez a történetem igaz benne. Na, milyen tapasztalataid vannak, Attila, hogy mit akarsz mondani konkrétan? Hát konkrétan figyelj, ugye eleve ez a kínai verekedés, ez szerintem magyarban is megvan, tehát a abszolút történet, hogy a rántott hús, például megvannak az éttermek, tudod, melyik étteremben mit adnak, vagy melyik szállodában mit adnak például. Tehát, és akkor odamész, és tudod azt, hogy ebbe az étteremben te a tarhonyás marhapörköltért mész, és ha nincs, akkor úgy távozol, hogy az egész napod el van lőve. Aha, tehát ez ilyen... jó sztori volt. Aha, mit tökélek, egy picit konkrétabb, ez kiváló sztori volt. Egy jó MLS-es sajtótájékoztató, ahol a mesteredző összepakolt magának 30 darab, mit tudom én, kömény magos, meg sajtos pogácsát. Ételhordóba. Persze, meg amikor vannak a bérevők, akik leülnek körbe a kaja után, telezabál magukat, és ott eszokból írják egymást, hogy holnap hova megyünk enni. Na, ezt mondom, hogy köszönöm, hogy ezt elismered, így van. Tehát az alapján választotok rendezvényt, hogy van-e kaja sokszor. Abszolút mértékben. Tehát abszolút, mondjuk, hogy ide megyünk, mert itt a jelens, a másik, ugye, ott adnak ugye ajándékot, de ez ugye a szakmai kérdés. De szóval ilyen abszolút megvan. A kínai verekedés, szerintem ez itt is megvan, igen. Ugyanígy. Ezt elmondtuk. Attila, köszi, ciao, köszönjük. Hello. Hogy? Na, nézzük az SMS-eket. Igen, ahogy egyébként videófelvételeket láttam például az MLS-nek a sajtótájékoztatóira, én mindig csak azt látom, hogy 3 tányér van kirakva, és van rajtuk mindig 6 darab pogácsa, meg ásványvíz. Hátul van a svéd. Hát persze, soha nem oda teszik az elnökségi mellé. Siófokon nyaraltunk tavaly nyáron, svédasztalos reggeli volt, egy körülbelül 120 kilós fiatalember a konyhásnéni állítása szerint reggel 7-től 10-ig leült, és kaját mindenből vagy 5-ször, és vett, és megivott hozzá egy dobozni teát, ezt Ádám küldte nekünk.
Azt mondja, hogy én is, amíg érintetlen tepsiket szeretem, írja egy másik hallgató, a gyerkőcök még kicsik, rájuk hivatkozva, hogy milyen éhesek, az elsők között megyünk enni. Persze az utánunk érkezők az általatok elmondottak alapján kategorizáljuk, a srácainkat pedig nagyon vissza kell fogni, de tényleg, Nusi küldte nekünk. Pincér voltam régebben, és most, ha ilyen szállodába menjünk, mindig felrakok 3-4 megrakott tányért a karomra, és figyelem az arcokat. Azok a megvető pillantások, imádom. Tehát nem mondod, hogy fölpakolsz a svéd asztalán a 3 tányért. Atya úristen. Balatonon nyaraltunk a családdal, akkor a középső fiam 8 éves volt a rangsorban. A legkisebb, és a 6-ot küldtük vissza mindig a svéd asztalhoz. Harmadszor fordult már szegénykém, és odahozta az összes felvágottat azzal a címszóval, hogy most már ő is enni szeretne. Szegény. Ó, Istenem, Istenem! Viszont egy SMS-ben már magamra ismertem, Ed írja nekünk, hogy egy férfi leveses tálba szedett mákos gubát, nem keveset, nehogy a vaníliasodó lefolyjon a tányérról. Na ez vagy te, hát, de basszus, hát vadon, nem. Megérkezett a vadon család hát a svédasztalhoz. Ki az a dilettáns amatőr kezdő, aki lapos tányérba szedi a mákos gubát, hogy aztán tényleg alig férjen rá vaníliasodó. Nekem az anyósom a pakolós fajta, a létező legnagyobb ritikült nylon zacskóval előre kibéleli, és úgy pakol a svédasztalnál. Mondtam neki, hogy engem ez nem zavar, de én nem vagyok ez a típus. Mire közölte, hogy akkor én rossz anya vagyok, mert nem gondoskodom a családomról. Egyébként a férjem családja nagyon tehetős milliómosok, ami ezt nem indokolja. Na, álljunk még egy pillantra. Tehát mama fog egy kicsi kis ritikült, nejlont tesz bele, és belekanalazza a rizibizit. Zseniális. A rántott hússal a tetején. Nekem nagyon persze. Tetszik. Ez nagyon szép. És akkor csak János, ne. Kedves ez a kedves idős asszony. Nem mondta, hogy tényleg a családjára. Nem mondta, hogy ételhordóval mész a svédasztalhoz. Vannak néhányan, akik ilyen esemest írnak. Ételhordóval nem, de ez a nagyon zacskos dolog nekem még nem volt. Na de várjál. Tehát fogod a tányért. Nézzük, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Fogod a tányért. Szedsz egy szelet rántott húst, teszel mellé némi rizibizit, majd kettőt bemersz a táskádba a ridikülbe? Nem, már rosszul csinál, tehát látszik, hogy nem csinálsz. De ez nem ritkán. Ugye? Uh-huh. Tányér, 3 szelet rántott húst teszel rá, és igen, a rizibizit. Leteszed magad elé, nem ott csinálod a svédasztal, várja, mondom. Feri, ne. Lehozod, ezt leülsz az asztalhoz, és a ridikül vagy retikül ott van az öledben. Nagyon jó. Odafordítod a 2 rántott húst, behúzod a ridikülbe, egy még rajta marad, hogy lássák, hogy teszel. Fordítasz egy felet is rá, húzod a rizibizi egyik felét is, becsukod és megeszed. Zseni. De ezt legközelebb, amikor bánkon leszünk, megcsináljuk. Móninak kibélelem a ilyen villámzáros nejlonzacskóval a ritikőjét, vagy kis táskáját, és teszedjük tojásos nokedlivel az egész. Ugye, azt hiszitek, hogy salátát a másikba teszed. Szidod magad nagyon, amikor fönt hagyod a szobába az ételhordót egyébként? Mikor így elmentek a lova, vadon család? Nem. És mondod, Móni, nem megint az ételhordót. Nem, azt tudtuk csinálni, hogy az első étkezésnél hátul a fikusz mögé. Ezt hallgassátok. Orosz néni a trófeában megette a nyers húst, mert mindenből evett. Ugye vannak olyan gyors étel, vagy éttermek, ahol Zseni, neked kis kell sütetned a húst. Igen. Néni ilyes volt egy picit. Megette, hát megette a nyers húst. Milyen ez a ilyen ultra paleo vonalomhoz. Hogy gyorsan kellett tenni. Azért az meleg, nem? Mikor nem viszi el sütetni, hanem megeszi a szemben. Mama. Elnézést, mama. Még 180 fokra dobjuk. Ennyire nem sietünk. Tele van egy csomó minden, azt süssük meg előbb, mert nem annyira egészséges. Legalább melegítsük meg előbb. Gyerekek, nem hiszétek el, én láttam olyat egy magyar szállodában, hogy egy turista odahúzta a széket a svéd asztalhoz. Ez, szerintem ez komoly. Nem. Vagy simán, hogy orosz volt, el tudom képzelni. Simán el tudom képzelni. Expo szállóban voltam hidegkonyhás, az orosz csoportban a nők 10 személyes az tárról a ritikülbe borították a felvágottat. Atya, úristen! A gyerekek. Így, mert napközben jó lesz. Hát most az ugye a reggeli, de... Nem szeretem ezt a fajta szolgáltatást, mert nem tudok enni, elmegy az étványom a látványtól, ahogy falnak. Szánalmas, viszont rettenetesen szórakoztató. Mondom, hogy van ez a típus, aki nem száll harcba. Igen. Balatoni szálloda vacsorán puposra szedett tányér, 3-4 fajta főétel kölet, elég kétszer fordulnom, sütinek hasonló módon. Nem vagyok torkos, csak szeretem a hasam. Uh-huh. Nagyon sokan írják, hogy egy helyre megy, tényleg összeszednek mindent egy tányérra. Úgyis egy helyre megy. Kicsit olyan keleties, az indiaiak is mindent összeesznek egyszerre. Igen, van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Robi vagyok. Robi, mit csinálsz? Hát jelen pillanatban ülök egy parkolóba is várom. Ugye, a svédasztalnál, bocsánat, ez rosszul. Magas labda. Bocsánat, rosszul kérdeztem. Igen? Hát én egy nagyon negatív élményemet szeretném megosztani itt veletek. Tavaly nyáron nyaraltam Siófokon egy hotelben,
és ott az volt a szobánál kiadva, hogy 7-től este 9-ig lehet vacsorázni. Hát 4:30 és 7:30 után már szinte nem volt semmi az asztalon. Fél órával a nyitás után. De utólag derült ki, hogy miért, ugyanis a személyzetnek is az volt a vacsorája, amit mi ettünk, illetve az utolsó két napon már megdöbbenve láttuk, hogy nem csak a személyzetnek, hanem a személyzetnek azoknak a rokonai is már bejöttek a svéd asztalt megenni, akik a környéken ott nyaraltak. És amikor mi ezt szóvá tettük, akkor annyit mondtak, hogy hát miért nem jöttünk hamarabb. Aha, de miért nem volt ott hétre? Így van. Az egy orosz csoport volt előttetek. Hát, ha ők lettek volna, akkor azt mondom, hogy megértem, de mikor egy utcáról belső lentető vendégeti meg előled azért. Jó minőségű szálloda lehetett ezt, de azért az utcáról bemegy valaki, és rámegy a maradékra, azért a szép lehetett. Igen, hát úgy az utcáról, hogy mondom, tehát ez konkrétan a szobalánynak, meg az egyik konyhásnak voltak a rokonságai. Ugye egy kisbabástól mindenestől bejöttek, mert ők arrébb egy magán apartmanban voltak elszállás, ahol nem volt vacsora, és ők úgy mondtak, hogy akkor megvacsoráznak. Köszi, hogy elmondtad. Én köszönöm. Utolsó SMS, a Bakonyban voltunk egy szállodában, a reggelinél bejött egy 4 gyerekes család, anyuka sorban elővette a gyerekek kulacsait, és megtöltötte meleg. Hát figyelj, benne kirándulni, ott kell a meleg ital. Nekem azon nincs majom, ha valaki néhány szeletet felvisz a gyereknek, ahol kisgyerek van, tudod, ott pont nem éhes, egy óra múlva már kopog a szem, én az, ahol látom, hogy gyerek van is fölviszi, az nem, de ez mikor kulacsot megtöltöttem, az szerintem picit erős. Meleg ital, picit erős. Kávé. Apuka sora készítette a szendvicseket az útra. Nagyon jó. Kirándulni mentek, valami nagyon tipikus. Nagyon tipikus. A gyereket felváltva küldözgette, hoz még egy kis sajtot, hoz még egy kis paprikát. Szeretem. Minden suttogva, hogy meg ne hallják a többiek. Persze mindenki látta. A pincérek kinyugban mosolyogtak, élmény volt. Hát igen, az kemény. Na jó, drága hallgatók, köszönjük szépen. Megegyezhetjük azért azt önmagunk védelmében, hogy az oroszok, ahogy látjuk, a tunéziaiak, az arabok azért szörnyen viselkednek. Ők is szintén. Évekkel előttünk járnak, még kell egy kis idő, míg beérjük őket. Van, aki eszébe vallotta, a Ritikülbe 25 gyártott szendvicset pakoltam be, utána a szállodaigazgató megkérdezte, ugyan minek? Nem már. De nagyon jó. Nagyon szép SMS. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Megjöttek hozzánk vendégeink, és már előre mondhatni, hogy szerintem érdekes beszélgetés lesz, már nem akarok így prejudikálni, hogy szokták volt mondani. Jelentsen ez a szó bármit is, tegnap valahol olvastam, nem tudom, hogy ide illik. Mi az Isten lehet? Mi az Isten lehet? Ne arra, prejudikálni, hát az nehogy ebből is aztán baj legyen, hogy férfiak prejudikálnak ebben a műsoron. Szóval, hát igen, magashegyi búvárkodásról beszélgetünk egy kicsit. Ez már önmagában laikusoknak akár ellentmondás is jelenthet. Vendégeink itt vannak, Tosoki Ernő és Nagy Patrícia, Ernő párja. Jó reggelt kívánunk, sziasztok, ciao. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Hello, jó reggelt. Akkor egy valaki búvárkodik, egy valaki kísér, ez a leosztás, jól érzem. Nem, ugye? Egy valaki aggódik a parton. Igen. Hiába, gyerek, fő, gyerek. Hol vagy már, Ernő, hol vagy? Nem is te, ez már nem vicces. Ez biztonsági szempontok miatt van így, vagy te félsz a víztől? Hát ez egy kicsit mindenkettő. Félek is a vízről, nem szeretek itt búvárkodni, és mély vízbe menni, meg így féltem is. Erre vonatkozólag ugye van egy mondás a búvároknál, amikor a párod elkezd búvárkodni, azt mondjuk, hogy dupla költség fele élvezet. Ha jön anya is. Igen. Anya maradjon a parton. De nem szereted a búvárkodást. Ehhez képest azért, hát a magas egy búvárkodás, ugye? Ha még azt mondod, hogy a hegyeket is utálod, akkor kifejezni nem szeretnek, mert akkor egy gyűlölöm a hegyet, a magasságot, a napsütést, az UV, az iskolája, de hát menni kell, mert Ernő megy. Igazán odaadó barátnő vagy, azt kell, hogy hát azt igen, kell, mindent megteszek a jó kapcsolatét valóban. Na, mit jelent pontosan a magas egy búvárkodás? Hát aki esetleg nem olvasta veletek készült cikkeket a napokban, az nem biztos, hogy ezt így össze tudja tenni, mert ugye a kettőben azért lehet némi ellentmondás, Ernő. Hát van benne némi ellentmondás, yeah. Valóban, ugye az egyik típus az fölfelé indul, a másik meg alapvetően lefelé, de össze lehet azért ezt egyeztetni. Mert kitaláljuk a magas egyik fölfelé. Igen. Nagyjából ez a búvára és a túrázóra vágyra. Tehát össze lehet azért egyeztetni, miként a példa is ezt mutatja, és vannak is, akik ezt megpróbálják, foglalkoznak ezzel, nagyon kevesen jelenleg a világon, de van néhány ilyen elvetemült, aki megpróbálkozik ezzel. Nagyon kevesen azt olvasom, hogy ez tényleg ilyen pár ember, tehát valójában tényleg nagyon kevesen. Igen. De akkor mi az oka? Tehát miért nem csinálják? Hogy ide jelentkeztek a legkevesebben a másoddiplomás képzés. Hát én azt gondolom, hogy az
összetettsége az, ami talán elretten sokakat egyfelől. Nagyon keveset is tudunk erről a dologról, tehát nyilván van azért benne egy nagyfokú bizonytalanság. Valószínűleg a költségvonzata is viszonylag magas, hiszen hát azért két sportot kell tulajdonképpen finanszírozni. És hát mivel keveset hallani is róla, éppen valószínűleg ezeknek az okoknak a nyomán, ezért nem is igazán van benne a köztudatban, hogy létezik egyáltalán valami ilyesmi. Pedig teszem hozzá, egy nagyon régóta létező tevékenységről van szó, mert 1967 óta már azért létezik ez a dolog. Most aki búvárkodik, vagy valamikor volt rajta egy darab búvár palack és felszerelés, az tudja, hogy rohadt dolog 10 métert is lesétálni, amíg be tudsz csobbanni a vízbe, ha ugye nem hajóról merülsz. Tehát az maga a kifejezett életundorral ér fel, amikor valahol leraknak, és akkor szépen, hogy becaplatsz ugye a tengerbe, majd beesel palackkal, békatalpa. Ti pedig ugye, ahogy olvasom, Chilében az Andok második legmagasabb pontján döntetetek úgy, hogy csobbantok egyet, vagy hát csobbansz egyet, amit azt gondolom nem úgy néz ki, hogy az ember a helikopter lerakja a tó mellett, merül egyet, majd utána felszáll a helikopterre. Nem így néz ki valóban, helikopter nem nagyon megy már fel ilyen magasságra. Visszatérve az előbb említett egy palackhoz, itt két palack van rajtad, plusz egy kellemes ólomöv, egy olyan 10-15 kiló súlya, nyilván ez attól függ, hogy éppen melyik szakaszában vagy a túrának, vagy a hegynek, és hát nyilván viszed magaddal a hegymászó felszerelésedet. És itt jön elő Patrícia Ibere szerepe. Tehát, igen, érthető, hogy akkor miért is, az embernek vannak jó egy párkapcsolat. Serpái, ugye, akkor ez tökéletes. Na, de itt 6000 méteres vagy 6400 méteres magasságról beszélünk. Hogy kerül oda a cucc? Fölvisszük. De hogy viszitek föl? Hát ezek palackok, ólomövek, hát az ember 6400 méter magasságban, a hegymászók is csak a saját minimális cuccoktól is baromira szenvednek. Fogtok két palackot, fölrakjátok a vállatokra, vagy Patrícia várja, és fölsétáltok vele a hegyre? Így van. Tényleg? Így van, tényleg. Ha esetleg láttál képeket a valamelyik cikkben, akkor ott ez pont jól van szemléltetve, hogy két palack lóg a szerintem a legtöbb képen ugye az én oldalamon, és az ólomövet azt legtöbbször Pati vitte, úgyhogy az ő derekára volt kötve, és akkor szépen emellett meg elosztogatjuk a többi felmaradó felszerelést. Hát ugye ezt mondjuk azt, hogy normál esetben, vagy aki ezt egy kicsit jobban megszervezi, az azért 8-10 embert visz magával. Ahhoz, jó, hogy hány kilós, akkor nézzük konkrétan, hány kilós felszerelést cipeltek föl 6400 méter magasra? Körülbelül az összfelszerelés az mennyi? Hát 100 kiló biztos, hogy mennyi. Nem tudsz menni. Ne. De nem tudsz elérni, tehát nem tudsz vele. 50 kilóval a 6400 méter magas, hogy sétálsz? Meg kell oldanod, mert nem viszi fel helyetted senki. Illetve ott van Patrícia. Igen, ott van Patrícia, de ő viszi az ólomövet, mert azt legalább nem tudja eltörni. Kiváló adottságai vannak Patríciának, gyerekek, hát annyira bírja ez a nő, hogy egyszerűen. Jövő héten költözünk, nem észre. Tehát ketten felcipeltek 6400 méter magas a 100 kilót. Így van. Milyen körülmények vannak a hegyen? Te elképesztő extrém dolgokat olvas az ember, éjszaka, nappal, tudjátok ezt vázolni nekünk laikusoknak, hogy körülbelül mivel találkozik az ember az Andokban, mondjuk éjszaka és nappal. Hát talán, ha azt mondom neked, hogy a NASA azért jár oda, mert ez a környezet az, ami leginkább hasonlít a marsi környezethez, akkor azt gondolom, elég sokat ezzel árul erről. Tulajdonképpen rettenetesen alacsony a páratartalom, 2% alatti. Ezt tudni kell, hogy mondjuk az átlag sivatagban, mondjuk egy szaharában olyan 20-30%-os a páratartalom. Rettenetesen magas az UV-sugárzás, rettenetesen magas a napi hőingadozás. Az mit jelent? Nappal egy 40-45 fok körül, éjszaka -10-20. Jó, vidám helyez. Ó, kedvem támad merülni egy ott. Igen. És ilyen túlzsúfolt, ott vannak a názasátra, itt vannak tósokék, ott meg egy láma. Egy ilyen 40-50 fokot azért ezt tud ugrálni egy nap alatt. Isten. Van, aki ezt jobban vírja, van, aki kevésbé nyilván. Te hogy bírtad? Ebben kicsit benne volt, hogy te nem. Mivel mi már nem először voltunk, ezért volt egy kis tapasztalat ezen a téren, megpróbáltunk készülni erre. Nagyon okos módszerrel egyébként, amikor hideg van kint, itt mit tudom, október környékén elkezd hűlni a levegő, akkor egy ilyen nagyon kis vékony kabátkába, ingbe próbálok járni kint az utcán. Palackkal a hátadon, mert azért a szomszéd akkor szeretik, még nem, amikor így októberben nézzétek gyerekek, az Ernő megint mit csinál. Itt fangál egy alsókatyába, három palackkal a hátán. Ez nem a te palackod itt a lépcsőn? Tedd már meg létsz, hogy arrébb rakod, mert nem férünk el a babakocsiba. Lépcsőházban volt egyébként palack, mert kellett arra is készülni, és hogy az ember cipelje a terhet, és arra mondjuk egy jó levegőtlen lépcsőház az milyen jó is tud lenni, egy ilyen 9 emelettel ott föl lesz szaladgálni, tehát ott volt palack. És amikor meg az ember beül egy jó kellemesen fűtött meleg helyre, akkor meg fölvesz valami jó meleg pulóvert, és akkor. Na, azt tudjuk, hogy az oxigén kevés, nem akarok nagyon bulváros lenni, de itt az ember olyanokat olvas, hogy állandó köhögési inger, ami izomszakadással is járhat. Ez a páratartalomnak köszönhető, hogy
effektíven nincs levegőd, állandóan rád jön egy köhögés? Van egy ilyen jelenség, úgy hívják, hogy kumbu köhögés, ez ugye az Everest környékéről származik. Uh-huh. Ezt Feridén is hallottuk, amíg dohányzott ezt a kumbu köhögést. Igen, ilyen nagyon csúnya. Holnap leteszem a rohadt élet. Sosem mondtam, csak egyszer is akkor letettem. Igen, bocsánat. Mondjuk annyiban különbözik, hogy ott azért általában az ember meg tud könnyebbülni, vagy fel tud valami szakadni, itt nincs ilyen. Ez igazából csak egy nagyon erős inger, amit ez a nagyon alacsony páratartalom és a hideg levegő együttese okoz. És annyira erős ez az inger, hogy ennek lehet esetleg szélsőséges körülmények között, vagy szélsőséges esetben az, hogy valamiféle izomszakadás vagy. Na de hát buvárkodni azért ugye egészséges tüdővel kell. Hát az ember úgy megy el, mire oda felérsz, oxigénhiányos állapotban, 6400 méter magas, a 100 kilós cuccot felhozva, hát utána azért az ember szervezete nem feltétlen arra vágyik, hogy akkor most még irány a tóba. Ez így van, hát ott már egészséges tüdőről nem igazán beszélhetünk már, de nem csak a tüdő az, ami nem egészséges, hanem gyakorlatilag az egész szervezet olyan mértékben átalakul, hogy teljesen más szervezetről beszélhetünk, mint amik mondjuk itt a tengerszinten létezik. Nincs is semmilyen szakkönyv vagy irodalom, ami azt léri, hogy ilyenkor valójában mi történik az ember szervezetében? Tehát ti is úgy mentetek oda, hogy nagyjából nyilván az ember felméri, de merülés után lesz, ami lesz? Hát nem, hogy szakkönyv nincs, hanem igazából információk sincsenek. Aha. Tehát mondjuk olyan szervezeteknél, mint akár a NASA, vagy a valamelyik országnak a haditengerészete, nem igazán rendelkezik senki ilyesmivel. Tehát nem tudjuk. Akkor őket ez erősen érdekli egy ilyen túra, nem ugrott oda hozzád egy ilyen názás csávó, hogy közben még mérje meg ezt, mérje meg azt magán? Nem. Őket egyébként egy kicsit más szempontból érdekli ez a dolog. Ők az asztrobiológiával foglalkoznak alapvetően, ami legalábbis a magashegyi búvárkodást illeti. Ők az extrém életet kutatják ezekben a tavakban ilyen nagy magasságban, és ehhez kell nekik alapvetően az, hogy ők ugye rendelkezzenek bizonyos ismeretekkel erről a tevékenységről. És ti egyébként oda kutatni mentetek, vagy csak az, hogy meglegyen egyszer ez a merülés, amit 6400 méteren tudtok megtenni? Hát mindenkettő volt egy kicsit a cél. Te cipekedni, azt tudom. Igen, azt én nagyon szeretem. Engem csak az ólomövekről kérdezzetek. Mindenkettő volt azért a cél, mert kíváncsiak is voltunk arra, hogy mi van ott, de leginkább azt, hogy csináljuk olyasmit, ami még eddig még senkit. Uh-huh. Senki csinált. Hogy senki nem tette ezt meg előttetek. Ez tulajdonképpen önmagában már a kettő az valahol egy, hiszen itt még nem merült senki, azáltal, hogy valaki ezt megtette, már olyan tapasztalatokra teszünk szert, ami azért egy kutatás alapjául szolgálhat. Ez egy vulkanikus tó, amiről beszélünk? Igen, igen. Tehát tulajdonképpen olvadékvízből származó vulkanikus tó. Hány fokos a víz? Vagy igen, nulla közeli. Nulla közeli? Aha. Kellemes jégtáblák úszkálnak a felszínen, de nincs befagyva a teljes felszín, tehát nem kell abszolút jég alá merülni. És akkor elindul az előkészület, megérkeztek a tóhoz pár nap, amíg erre rákészültök, vagy ott nincs sok idő, az embernek azonnal merülnie kell? Hát ugye ilyenkor mindenképpen ajánlatos azért egy picit pihenni, tehát uh-huh. megérkezel a tóhoz, fölcipeled azt a rettenet sok felszerelést, viszont ez már olyan magasság, ahol ha az ember ott aludna, az nem éppen egy pihentető alvás lenne, ha egyáltalán tudna is aludni, hanem valószínűleg csak egyre rosszabbodna az állapota, éppen ezért úgy szoktuk csinálni, vagy szoktuk, hát ez egy kicsit túlzás, hogy fölmegyünk az adott tóhoz, és akkor ott mindjárt a merülés az megtörténik. Hát egy órás, két órás rákészülés van, ahol ezt az időjárási körülmények megengedik. Itt ez kevésbé volt. És először kizavarjátok a názásokat, akik ott csak mindenkit, aki ott pancsikolás. Tehát van egy szálláshely valahol 6400 méteren, és onnan még mentek a tóig? 6100 méteren volt a sátor, és onnan akkor mentünk föl cipekedve. Aha. Na, ez és mi van a vízben? Vagy mennyit vagy ilyenkor vízben? Viszonylag rövid ideig, igen. Mi összesítve szerintem egy olyan 10 percet mértünk most nagyjából. Patricia türelmetlenül járkált le a tó mellett, ugye? Azért hozzá már vissza a gólomövebet. Azért ott baromi magányos 10 perc volt, nem gondolom, amíg ott voltál. Hát ez az életem leghosszabb 10 perce volt körülbelül, mert az öt tüdeje nagyon leépült, azért nagyon köhögött, én nagyon féltettem, azért is, mert nagyon hideg is volt közben, és itt féltem az, hogy a hipotermia, meg a köhögés, meg a tűrőnek a gyenge állapota, hogy ez nagy hatása lesz, vagy milyen hatása lesz ez rá, és nagyon meg is beszéltük, hogy a gyereket, hogy amikor ő víz alatt van, hogy jelzi nekem, hogy így oké, mert ha nem oké, akkor értek el. Tehát a két buborék fölfelé az oké, az nem oké? Mi volt a jel, amit megbeszéltetek? Hát az, hogy időnként próbál egy kicsit a víznek a tetejére följönni, hogy lássam az, hogy jót mozog, amennyire tudtam látni a ködbe. Fel is jött, csak háttal föl. Gondolom, mint ilyen humorizálás nem fér be, hogy kicsit följössz lebegni.
Szegény. És nyilván rettek tőle, hogy lefelé már mindent te viszel. Ez még a másik. Igen. Most maga a merülés, az nem egy igazán mély merülés, de hát, hogy 6400 méteren erre nincs is nagyon lehetőség. Tehát itt senki ne úgy képzelje, hogy még 30 méter lefelé, hanem ez 1-2 méter, ugye? De hát az is nagyon extrém nyilván. Itt ugye ez a 2 méter volt a maximális mélység, amit el lehetett érni. Általában 6000 méter felett ezek a tavak már viszonylag sekélyebbnek mondhatók. Tehát el tudom képzelni, hogy van még azért kicsit nagyobb mélység. Van egy 4 méteres. Van egy 4 méteres, így van. Hát ugye a jelenlegi világrekordnak a helyszíne az egy ilyen 4,5 méter körülbelül. Hát az ráadásul... Ilyen magasságban körülbelül? 5900 méter, jóval alacsony, gyakorlatilag 500 méterrel alacsonyabban. És miért nem tud az ember mélyebbre menni? A tó lehetőségei nem adottak? Így van, így van. Nincs nagyobb mélység. Nincs nagyobb mélység, ezek már nagyon sekély tavak. De egyébként, ha lehetne is, hát akkor is azért az egy kockázatos dolog lenne. Ugye, amikor a NASA megismételte a jelenlegi világrekord merülést 5900 méteren, ahol van arra lehetőség, hogy rögtön egy 4,5, ha ne adj Isten olyanok a körülmények, akkor 5 méterre merüljél. Ők ezt csak a második napon tették meg. Első nap ugyanúgy 2 métert merültek, és megnézték, hogy ennek milyen hatásai vannak, és a második napon érték el a tónak a legmélyebb pontját. Neked ez is cél egyébként, hogy ezt valamikor megdönteni? Hát most elméletileg ugye megdöntöttük ezt az 5900 méteres rekordot ezzel a 6000 majdnem 400-as rekorddal, úgymond. Hát a kérdés az, hogy majd ezt esetleg a Guinness elfogadja vagy sem. Ez egy teljesen külön történet. Mondhatom azt, hogy viszonylag kevés esélyt látunk egyébként erre. De még mi kell ahhoz? Hát ott voltatok, megcsináltátok, dokumentáltátok. Hát ez egy nagyon, nagyon hosszú... Egy Guinness ellenőrt is fel kell védni. Ja, mondta az ellenőrített, kinek a hátán. Megint te jössz. A Guinness ellenőr kapott 3 ólövet, és mondta, hogy na jó, hagyjatok békén. És ott állna valaki nyakkendőbe, tudod, fehér nyakkendő, egy kis mappá kezében. Hát még ha csak ennyi lenne a probléma, az nagyon jó lenne, de nem csak ennyi sajnos a probléma. Annyira kevés info van erről az egészről, hogy ők igazából nem is nagyon tudják elképzelni azt, hogy mik azok a kritériumok, amiket ők nekünk előírhatnának. Egy dolgot biztosan előírtak, hogy lehet teljesíteni ezt a rekordot medencében is, tehát fölvihetünk mi gyakorlatilag bármilyen magasságba, gondolom, fejfújható medencét. Ez nem az hasznos. Előtte beugratok a tecsóba. Kicsim, hosszad a kézipumbat. Aha. Hát, menj le vízre. Megvárjátok, míg beleesik az eső. Fúj. Tehát amíg ilyen kritériumokat írnak elő, addig azért nehéz. Ők akkor ezt nem nagyon vágják, ugye? Vigyetek fel egy medencét. Tehát ő a Guinness nem érti nagyon, hogy ez akkor milyen körülmények között hol játszódik, mi történik. Meg lehet dönteni felfújható medencével. Utást, maratonon, közben narancsokkal zsonglőrködni, azt értjük, de ezt mostokért nem haragudjan, de hát ez... Nekik ugye azok a rekordok az egyszerűek. Leszervezi a nagy közönséget, kihány fekvőtámaszt nyom, vagy mekkora a pizza, vagy... Jó, azt sem kell lebecsülni, ez is nagyon szép. Csak... Abszolút, nem is ebből a szempontból mondom, hanem abból a szempontból, hogy a Guinnessnek ez egy nagyon jó lehetőség, és viszonylag jól kezelhető rekord. Az, ahova ők nem nagyon tudnak elmenni, nincs igazából olyan szervezet, aki ezt tudná hitelesíteni. Nekik ez nehezen kezelhető. És a magyar tudományos világ erre odafigyelt, ha hazajöttetek és megcsörönt a telefonot, hogy az MTA-tól keresnének, és hogy esetleg beszámolnál az eredményekről, stb. Volt ilyen? MTA-tól még nem kerestek, de viszonylag nagy érdeklődést tapasztalunk egyébként meglepő módon, itthon is és külföldön is. Úgyhogy igyekszünk kielégíteni ezeket az igényeket. Kijön az ember a vízből is nagyon az, hogy akkor most pihensz, tehát indul a lepakolás, és jöttök is le a hegyről, ugye? Tehát 6400 méter magasságban azért ott nagyon nem időzik az ember. Tehát hát, kijössz, átöltözöl és indulsz vissza. Hát nekünk az történt, hogy miközben Ernő buvárkodott és bent volt a vízbe, egy óriási vihar szakadt ránk. Óriási széllel, hó, jég, nagyon durva körülmények. Olyan körülmények, amit én csak a filmekben láttam, de szó szerint úgy értsétek. És kényszerült ő utána, 10 perc után kijönni a vízbe, már nem volt biztonságos ott maradni. És maga az átmenet, hogy akkor finoman átöltözünk, majd pihen egyet, meg az oxigén leszokásos időszakot, ez meg tudjon csinálni. Erre egyáltalán nem volt időnk, hanem pár percen belül őt le kellett vetköznöm ebbe a vizes ruhából, és azonnali hatállyal, de tényleg azonnali hatállyal kellett lemennünk a hegyről, ott is kellett hagynunk minden cuccunkat, és szó szerint futottunk le, mert nem volt biztonságos már számunkra egyáltalán. Ő még közben nagyon fázott, ő már ilyen hipotermiás lett nagyon, ő már a végtagjait, az ujját, a lábujját, a kézujját ezt már nem érezte, és emiatt itt féltettünk is, hogy amikor lemegy, hogy akkor milyen állapotban lesz. És akkor ez a klasszikus melegítéses folyamat történik, hogy levetkőzni, bőr a
bőre, van egy nagyon speckó hálózsákunk, amivel én őt másfél órán keresztül melegítettem. És ott se várt benneteket senki, tehát senki. Amikor leértetek a szállásra, idézőjelesen szállás, ott ugye hát most azért senkinek a házakra gondoljon, csak kuzival. Nem volt portás, aki beengedett. Igen, belértétek a hostelt, tehát hogy ott is ketten voltatok. Abszolút, igen. Aha. És ráadásul, amikor magához tért, az első kérdés az volt az ólomüveg. Jaj, kicsi mellett. Ezt egy vetted kicsi videóra, vetted? Igen. Asszus a videót. Azért az úton. De egyébként ez nem lett volna baj, mert másnap vissza kellett mennünk az összes cuccért, tehát nem haragudtam meg nagyon, hogy fennfelejtett bármit is, úgyhogy vissza. Mire jó ez tulajdonképpen? Szóval az ember így hallgat benneteket, és hát fantasztikus, és ez mindig fantasztikus, hogy azért az ember egy olyan valójában tényleg illusztris csapadon van moment, amit néhányan csinálnak csak a világban. De hogy ez erről szól, és nem többről, hogy legyünk egy ilyen csapattagjai, ez hobbi, mert azért az erős hobbi, és azért az életetekkel játszotok. Tehát valójában mi a cél? Vagy szól ez valamiről, vagy kell ennek célt vagy értelmet keresni? Mi úgy vágtunk bele ebbe az egész dologba, hogy számunkra ez egy sport teljesítmény lesz tulajdonképpen, amit mi szeretnénk elérni. Viszont nagyon hamar rájöttünk arra, hogy ide önmagában a sport az nagyon kevés. Tehát lesz te top sportoló, hát ugye Pati azért válogatott olimpiai kerettag volt, lesz te top edző, és készülhetsz erre rengeteget. Kevés. Ide mindenképpen a tudományt már be kell vonni. Ez olyan mértékű kitolása tulajdonképpen az emberi határoknak, hogy anélkül egyszerűen nem megy. És hát ezzel kapcsolatosan kerültünk mi azért igazából egy kicsit a tudományos világba is bele. Tulajdonképpen nem nekünk kell megtalálni ennek a tudományos értelmét, hanem ezt már Cousteau megfogalmazta 1967-ben, amikor ugye az első ilyen jellegű merülés gyakorlatilag végrehajtották. Ő akkor azt mondta, hogy fiziológiai, biológiai, geológiai, illetve archeológiai céllal szeretne merülni. Ezek a tudomány területek gyakorlatilag a mai napig is kapcsolatban vannak a magashegyi búvárkodással. Természetesen hát egy picit azért a tudomány változik mindig, úgyhogy ebben a négyesben is azért bekövetkezett egy változás, de nagyon-nagyon sok tudományággal van tulajdonképpen kapcsolatban ez a tevékenység. Hát csak akkor legközelebb vigyetek magatokkal még valakit, nem csak az ólomüvek miatt, hanem valakit a NASA-tól. Tényleg, aki azért vagy legalább egy fókusztábot, hogy vigye valaki a Patri helyett a cuccot. Igen, tényleg, remek fókuszos riporterek vannak, vigyétek el. Hát szenzációs ezt hallgatni, mindig nagy élvezettel hallgatjuk, amikor valaki a saját határait egy kicsit kijebb és kijebb tovább próbálgatja önmagát, és legyőzve önmagát harcolva a természettel ilyen szélsőséges helyzetekben is megold bizonyos helyzeteket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Jó volt veletek beszélni. Köszönjük szépen. Vagytok. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A londoni színház kitalált egy nagyon jót, és abszolút kapcsolódik a témánkhoz, hogy zöld lézerfénnyel világítják meg azt, akinek megszólal a mobiltelefonja rezgő állapotban is akár. És kiégetik a retináját. Ez a lézerfény, ez az előadás alatt végig megmarad. Rajtad. Nekem egyébként a mellettem ülő Palinak rezgő megszólalt a telefonja, baromi kellemetlen, asszonykája elkezdte keresni, majd 10 percig veszekedtek, hogy miért nem kapcsolták. Rettenetesen szórakoztató volt. És a színház meglő téged valahogy fölülről, valamilyen napon érzékelik, hogy kinek szólalt meg a mobiltelefon. Egy lézerfényen, egy lézerhálót vonnak köré, ezt Londonban csinálják, és az egész előadás alatt te ott ülsz, úgy, hogy már meg vagy lőve egyébként, meg vagy jelölve, és mindenki tudja, hogy neked szólalt meg a mobiltelefonod. A végéig ott marad? A végéig ott marad, igen, ezt így csinálják, hogy tehát nem tudsz elmenni sehova, ott ülsz, és tudod, hogy te voltál. Szakadjatok már rólam, a Vikié volt. Fölmegyek, ha nem veszed ki ezt az és így szúrom a fény. Engem a nyújjék. Igen, tehát a kérdés az, hogy a londoni színházakban hány magyarázkodó ember lesz, aki majd mutogat a párjára. Én akkor tényleg azt tudod csinálni, gyorsan elkezdesz mutogatni. Nem? Tehát, hogyha nálad szólal meg, akkor rámutatsz a feleségedre, beáldozod őt. Hát még mindig jobb, mintha téged megítanak. A következőt csinálnám, mintha átkarolnám a mellettem ülőt. Egy bejövő. De és akkor mi? Hát akkor hát tudják. Hát nálad a telefon a kezedbe, azzal átkarolsz. És akkor kamuhívás. Megcsörrel, és végig kap egy fényt. És meglöveted zöld fénye. De milyen okosak, hogy ezt így kitalálták. Ez jó. Nem? De egyébként jó az ötlet. Hát utána lehet nyilván a színészek a rezgést is, lehetett egyébként hallani. Na, és elgondolkozva ebből a témából kiindulva, azért érdemes lenne azon morgolódni egy picit, hogy kit
jelölnénk meg hasonló módon, nem? Nagyon sokféle olyan idézőjeles szabálysértés követnek el ember-ember ellen. Tényleg, ha mész az utcán, vagy egy munkahelyen, vagy színházban, vagy moziban vagy, akit te szívesen megjelölnéd, hogy mindenki más tudja róla, hogy ezt ő követte el. Ugye? Hát nagyon sok ilyen élethelyzet van. Mozis popcornos, ugye? Az ami a baj? Az a baj, hogy filmet nézni mész a moziba, és ott ülsz te mögöttem, és azt hallom, hogy adjál már még a nachoszból. Én erre megmondtam, hogy mi a megoldás. Egyél ellen. Tehát a zajt csak úgy lehet elnyomni, ha ellenezel. Ellenzaj? Tehát ellenzaj. Tehát csinálja fejedben rágást, azzal ellenzaj van. Zabálás a zabálással. Ott fogunk ülni mind a ketten zöld fényben. De moziba lehet enni, azért, mert te most nem tudom. Vágj vissza Feri homárral, a szangosabb. Mert amikor még én moziba jártam, igen, homár törő ollóval. 40 kiló homár beviszek így karban. Azért, mert mi szalvétából csendben meg tudjátok enni a fasírozott a zsemjét, azért mi hagyják már léces popcorn normálisan egy moziba. Nem, mi a szalonnán zsömjét ezt előtte esszük meg. Az is igaz. Bennünket úgy tanítottak még, hogy a mozi az egy nagy szempú. Én utoljára voltam 72-ben, akkor még ez a divasz, tehát akkor még nagy dolog volt moziba menni. Nem lehetett ilyeneket csinálni. Én nekem az evésen is. Én szeretem hallani, hogy másnak ropog a fogala, tudom, hogy jól érzi jó, magát, kezdek behangolódni Pavlov kutyához hasonlóan, nekem is kicsit megindul a nyárelvasztásom, és mész. Szídom magam, hogy miért nem XXL-es popcorn vettem fel, miért megint becsültem magam alá, hogy csak a normál méretet választottam menübe, miért nem nagyobbat. Na de van egy csomó ilyen tényleg, akit meg lehetne jelölni, csak adok egy-két gondolat mintát, hogy a hallgatók is elinduljanak. Nagy közhely, de tényleg így van, például az autóból, az autója, hamutartóját, a betora ürítőt. Például megjelölnéd egy napig, mindenki látná, na ott van az a rohadék, aki kiöntötte a csikket. Tehát, hogy kit jelölnétek meg, aki vagy szemetel, vagy csinál valamit, vagy az embertársai ellen követel egy olyan dolgot, ami hétköznapi, és sokan megteszik, mégis azonban hátráltatja a békés együttélést. Van ilyen, nem? Oda kitelteti a kutyáját a lépcsőházat elé, és látod, hogy vidáman tovább megy. Kapna egy zöld lézerfényt, és igen, ő van. Ő az, akinek a kutyája oda kitelt a lakásod elé. Tehát kiket lehetne megjelölni? Ilyen szégyenfény, ilyen, hogy hívják, és kartlátbetű annak idején a házasságtöröknél a középkorban, tényleg. Abszolút. Tehát elmennél ebbe a londoni színházban, színkódok lennének, hogy ki lehetne tudni, érted, hogy más lenne, igen, kaki, pisi, pukizott a forgóban a buszon, kék, tudod. Cigi kidobó az a zöld. Így van, mindegyik figyelj, akkor kapnak. Viszont ilyen komandót kéne csinálni, aki ilyen légfegyverrel, hogy hívják ezt a festékpatronos puskát. Mennének. Igen, leszállsz a buszról, és hátba lőnek, hogy te fingott. És rohadjatok meg, a láttam mögött álló volt, nem én voltam. Egy kis lazanyári pólóba, tudod, augusztusban hátba lőnek két golyóval. De tényleg, például, aki a tömegközlekedési eszközön van annyira rohadt, gátlástalan szemétajas, én azért sokat tömegközlekedtem, hogy szemtelen arccal odafinkik az orrod alá, basszus. De komolyan mondom, tényleg rohadjon meg az ilyen, nem? Hát nem hiszem, hogy nem lehet két megállót kibírni, úgyhogy ha csak nincs valami olyan dolog, hogy a szimeringek már nem úgy zárnak. Hogy egyszerűen nem engeded el. Lehet védekezni. És mit gondol, sokan vannak csinálja. Úgy, így van, úgyse gondolnak igen. Rám. Léci. De te, szemét dolog, és tényleg én bárhányszor BKV-ztam, én mindig bele tudtam egy ilyenbe fúrni, tudod, amikor egyszer csak így megérkezik az orrodba, és mondod, hogy miért nem rohadsz meg, bárki is voltál, hogy rohadnál meg tényleg, hogy neked ezzel a busszal kellett jönni. Körbenézel, és mindenki gyanútlanul, és ilyenkor mindenki gyanút. És mondanád hangosan, hogy ne fingjál, de tényleg, mi lesz, hogy te voltál. Te voltál, aki a leghangosabban kijavált. Igen. Na, drága hallgatók, jelöljünk meg embertársainkat, jó? Kit, milyen fénnyel, miért? 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mielőtt folytatnánk a témánkat, gyorsan egy-két friss közlekedési hír. Elküldtétek nekünk, hogy mi a helyzet az M0-áson. A 24-es kilométer is áll már, elvileg a 14-es kilométernél van a baleset, ugye az M1-es felé, úgyhogy ott kb. 10 kilométeres dugóra lehet számítani. Aki most megy arra, az próbáljon valamerre lemenekülni, mert nem lehet eljutni a 0-áson az M1-es felé. Trafi Budapesten az Andrássy út 22 környékén és a Bajcsi Zsilinszky úton a Hajós utcai kereszteződésnél Csoki Guru küldte nekünk, valamint az M7-es autópályán a belső sávban sétakocsikázó vadászpilótáknak üzenném, hogy a jobbra tartás szabályát tartsák be. Előbb-utóbb valaki beléjük csenget hátulról. G küldte nekünk. Győrben a Veszprémi úton a körforgalom után mérik a belváros felé haladók a faiparos Laci üzente, valamint
Az M0-áson leálló sávon haladó autók elé önkéntes rendőri módon kiúzódnak a kamionok. Ez újabb balesetet fog okozni. Normálisak ezek? Ezt magyarázzátok meg nekem, vagy ebből csináljunk egy külön témát, hogy kinek van igaza? Ez egy külön téma, mert ezen most összeveszünk. Ugye? Tudom, hogy így 50 felé már az önkéntes rendőr hülyének. Ez normális viselkedés. Éreztem, hogy benzintocsolok a tűzre. Írjuk fel. Az emberi viselkedés, a normalitás az. Igen. Nem az 50. Idióta hülye kamionosok. Akik ezt csinálják, nem mindenki. Aki ezt csinálja, az egy idióta. Tényleg, na majd erre akadjunk, vágy, vitatkoztunk erről. Na, viszont van egy másik témánk, amiről beszéltünk, hogy egy londoni színház nagyon jó megoldást választott annak érdekében, hogy kiszűrje a mobiltelefon használókat. Ha megcsörren a mobiltelefonod, de akár úgy is, hogy megrezeg, ők ezt valahogy érzékelik, bemérnek téged, és hát lézerrel égetik ki először a retinádat, utána megjelölnek, és hát úgy is hagynak egy ideig, tehát zöld lézerfényben úszol, kvázi tulajdonképpen az egész színház tudja, hogy a te mobiltelefonod szólalt meg. Nem egy kellemes élethelyzet. Nem. És arról kezdtünk beszélgetni, hogyha birtokunkban lenne egy ehhez hasonló zöld lézerfény, akkor kik azok, akiket szívesen megjelölnénk, hogy legalább az ország egy napig tudja róluk, hogy na ők azok, akik ehhez vagy ahhoz a szent kisebbséghez tartoznak, akik ezt vagy azt elkövették. Csak nevelő szándékkal is lenne színskála, tehát tudnánk, hogy a sárga színe jelöltek. Azért az a sárga lehet, szín, ő nem szedte össze a kutyakakit, aki pirossal, az bepukizott a buszra. Képzeld el már, hogy így egész nap, tehát hogy 8 órán keresztül egy piros fényben pompázol, bárhova mész. És várja is, hogyha többet ott csináltál. Igen. Ha több mindent követtél el aznap, akkor több szín. Akkor szivárvány. Igen, az a baj, hogy több hallgatunk írja, hogy Magyarország annyira fura ország, hogy 3 nap múlva az lenne a menő, ha meg vagy jelölve. Tehát nem megkülönböztetés lenne, és tökéletesen igaza van egyébként, ha nem vagy még megjelölve. Jaj, szíki vagy, nézd már, meg van egy sárgám, egy zöldem, meg két pirosom. És akkor az lenne a menő. Megjelölnék mindenkit, aki itt körülöttem autózik. Jó, mindenki Ryan, igen. Na most, hogyha mindenkit megjelölnél, igen, akkor... Azt mondja, észrevettétek, hogy aki lassabb nálad, az tetű, aki gyorsabb, az őrült. Erre írja, hogy tulajdonképpen bárkit megjelölne. Mert hogy aki körülötte autózik, az vagy azért hülye. Brian írta nekünk. Sokan jelölnének, tehát itt mindenkinek van baja mindenkivel. Én azokat a bringásokat jelölném meg egy életre, akik éjszaka világítás nélkül rodeóznak az utakon, így legalább látszanának. Van pár idióta autós is, aki így közlekedik a városon, mert nem vesz észre a marhája, hogy nem kapcsolta fel a világítást. Uh-huh. Így én is jártam. Adom. Mentem le ott az Érd Törökbálinti körforgalom, mentem le, és jött egy autó sötétbe kivilágítatlan. Kettőt rávillogtam, hogy vegye észre, visszarefizet, és ment tovább. Ennyire jó arc. Most vagy nem éged neki, vagy nem működött, szólt, hogy látta, vagy azt hitte, hogy integetek neki, visszaintegetett, és úgy, ahogy van, sötéten ment tovább. Tök udvarias, jól neve. Tesó, neked mindegy már. Azt mondja, hogy van, aki a paraszt bicikliseket festené meg, így fogalmazott, hogy miért nem jelzik a kezükkel, merre kanyarodnak, aztán Szatyi kicsit tovább is gondolja, kötelet is adnék nekik. Biztos, ami biztos. Kicsit azért elborult a dolog. Széjjel lézerezném azt a parasztot, aki a munkai vécében rendszeresen az orrából kivett tartalommal dekorálja a fehér csempét, a fugát sem kíméri. Végre fény derülne a kilétére. Ha. Na, tőlem legalább 48 órát kapna. Igen. Az is megérdemelne a jelölést, aki egy darab közös munkai vécén elenged egy szaftos rottyot, és nem képes maga után illatosítót használni, vagy bekapcsolva hagyni a szaktalanítót. Hát azért ezzel sokat találkozunk. Hát Janinak vannak jó élményei az elmúlt hetekről. Te csak ilyenbe futottál itt bele. Te mindig beleszaladsz valami telefonba. Valami komolyba. Igen. Szaunából kijön és zuhanyzás nélkül az izzadt testével elégedetten belecsobban a merülő medencébe. Ekkor szoktam ott hagyni az egész szauna részleget. Meg kellene jelölni az ilyen agyatlan, igénytelen embert. Ez Julcsi küldte nekünk. Azt nem úgy van, hogy egybe bele kell ugrani? Hát... Én csak kérdezem, én nem tudom. A merülőbedencében rögtön? Nem úgy van, hogy ott kijössz a szaunából, és egyből a hideg? Elvileg, hát a sauna etikett szerint le kéne zuhanyoznod. De ha komfort élmény nézzük, akkor az úgy jó. Akkor úgy, hogy... Úgy jó, és ezzel el is árultam, hogy melyik tábor azt tartom. Nekem ez nem volt kérdés, hogy te ugrasz. Basszus, hát gyerekek, én tudjátok, hogy mindenről szintén veszek, mert én sokszor nem zuhanyzom, mindig körbenézek, mennyire vannak. Most ráadásul te bombát ugrasz bele. Nem, már azt sem megyek, öregszem, már félek, hogy ott maradok, és a Viki megtalál magzatpózba mesztelenül, hogy szívinfarktus kapok egy ilyen 16 fokos vízbe.
De vállalom, vannak hibáim. Tehát, hogy én kapnék lézerfényt egy komolyabb szauna. Szauna világban azért kapnék lézerfényt. Hollandia kaszinó, írja egy hallgatónk. Dekoratív hölgy ül mellettem, 10 méteres körzetben senki. Roccsantott egy olyat, hogy a padlószőnyeg vedleni kezdett, vádló rám nézett és csóválta a fejét. Na, őt megjelöltem volna. Aha, de nagy kérdezik. Ez egy profi. Darús Attikő, tényleg ő profi. Az igen. Ejj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 j
Gyönyörű. Megjelölném azt, aki a munkája nagy vécézik, nem húzza le. A számomra teljesen értelmezhetetlen, amikor ilyet látsz, igen. Az összes vásárlóm, aki a látványpékségben megkérdezi az árura, hogy ez friss, szívesen megjelölném őket, gyönyörű. Aztán az összes korú politikust kockalézert adnék nekik, mint a Kaptár című film. Az ott volt, hogy belementél és igen, igen, igen. De gyakorlatilag darabokra vágott. Igen, valaki dűből ír, a munkahelyen a hazug pletykásokat, őket egy évre. Ajajaj, itt van saját élmény valószínű. A boltban szőlőt csipegető és a mogyorót is előkóstolgatót, majd a héját visszarakott jelölném meg. Hú, gyerekek, nekem három fényem van. Akartam mondani. Engem három különböző. És most láttam bejött, hogy aki bepisél a medencébe a strandon. Na rohadj meg. Megvan a negyedik. Erről még sose beszéltem nyíltan. Csak én kapok fény, gyerekek. Ti itt ültök, az úr színe előtte, az a fehér fényben úszva, én nekem pedig már van zöld a retinám, a sárga, narancssárga, tehát én vagyok csak így szétfényelve. Várjál csak, milyen hibáim vannak. Én belecsípek a szőlőbe, én ezt sokszor elmondtam, ennyi férjem velem. Persze, nagy kifli felet tudjuk. Na, nem, azt kifizetem a gyerek, ha kér egy felet, megeszi, mire odaérünk, bediktáljuk, hogy volt egy fél kifli, de ha nem lehet éhes az a gyerek, te nyitunk rá egy jeges teát. Ez igaz. Eszünk egy kis jégkrémet. Na jó, én lopom az édesítőt. Például. Na! Zöld fény neked, honnan, otthonról. Nem, a Starbucksból. De aljas! Különzetes egyesével csomagolt? Annyira jó az édesítőjük. És elviszed. Sokkal prolibb, mint bemenni a sauna vízbe. De vagy miért? De mindig veszek valamit. És hát ellopszálom az édesítőt. Igen, mert mindig úgy voltam rá, hogy mondom, annyira, tehát legyek annyira pofátlan, hogy bemegyek, és nem veszek semmit, csak belemarkolok az édesítőbe, zsebredünkom, és elhúzok. És aztán rájöttem, nem, mert venni kell valamit. Veszek valamit, és akkor mindig az van, és teljesen mindegy, hogy egyébként van közte kávé, vagy sem. De drágában jössz ki, hát nem éri meg. Hát ahhoz, ha belehergeled magad, hogy vegyek valamit, akkor ahhoz egy értékesebbet kell elvenni, hogy visszajöjjön. Hát, de ha veszel valamit 400 ért, nem árulják másutt ezt az édesítőt, érted? Neki a Starbucks édesítő kell. Ja, hogy ez egy speci édesítő. Tényleg? Ellopod és hazamiszed. Semmi mellékízetőkkel. Nagy fény. Csak hazamész és egy kicsi magad, hogy nézd Móni, nézd, megint hoztam haza. Jó, hoztam az egy 12-t, megvan a két 10-es kötek. Hányszor bántott engem, hogy mi Vikivel egy nyugatról jött, egy ilyen szemét aljas hálózatban, ugye? Snobok. A snobok eljárkálnak, ugye? Mi? A snobok eljárkálnak, és iszunk ott egy kávét, hogy eszünk egy sütit. Hány évig hallgatom, hogy a snobok bárhol lehet ilyen kávét, én majd jár lopni az édesítőt. Hát, és fogadjuk, hogy a kis csoki, három csokis muffin, az is befigyel, mi? Viszed azt nem, is, nem, azt nem, nem. Nem, sajnos nem, royal csoki. Fúj, lopja az édesítőt egy hálózatból, atya Isten. Valaki a Balatonba vizel, azt is megjelölném. De tudom, komolyan idegesítsetek ezzel, mi a baj? Mindenki belevizel. Figyelj, ha bent vagy, úszol vagy, vízibiciklizel, hát legyünk őszinték, mire kikötsz, mire kijössz. Hát azért az egy nagy vízfelület, nem? Mert az elnyeli. Ilyenkor azt lehet mondani, hogyha valaki valaki a közeledben, nem veszed észre magad, hogy áramlat. Igen. De egy áramlat. Milyen bejött meleg a golf, idén a víz. Igen, bejött a golf. Ugye állóvízben vagyunk, ez a balfi a golf nagyon megy, nagyon megy. Medencébe aljas. Én ekkora területű nyílt vízben nem tartom annyira durvának. Aki megcsalja a párját, az kapja a jelölést. Így otthon lenne némi arc átalakítás. Hogy mikor kijössz, és bemész a másik, hazamész. Akinek temetésen folyamatosan ordít a telefon, mert nem tudja lehalkítani, azt azonnal hamuvá porlasztanám egy lézerágyúval. Én például, akinek még adnék jelölést, a szorosan a nyakadba álló típus megvan. Patikában postán azt hiszi, hogy azért jut előbb sorra, hogy beáll a nyakadba. Liheg, lenyalogatja a szőrszálaidat, és érzed a lehelletét. Ő ugye azt hiszi, hogy attól ő gyorsabban sorra kerül, de nyilván nem, csak toporog mögötted. Te meg jó fej vagy, mert például a mi patikánkban ki van rakva egy ilyen deadline, egy vonal. Igen. Ugye, és hogy legyen kedves ott várakozzon. Ez pont azért teszik ki, hogy aki már oda megy, ugye egyrészt vannak személyiségi jogai, hogy milyen betegsége van. Ne halt, rész, igen. Hogy igen, hogy ne Jani, halt már, hogy kikéri a gombakrémet. Na például, de hogy ne lihegi a nyakában. Mi történik, te megállsz a vonalnál, és így oda. És érzed, párásodik a tarkod. És fújtad. És tényleg fújtad. Egy idő után elindul rajta a veríték lefelé, de ez nem a te verítéket, hanem az ő lehellete, a pára formája. Ja. Jézusom. És az, aki állandóan kikér magának mindent,
bemész a postára, most már a legtöbb postán, ugye sorszámot kell húzni, attól függően, hogy melyik ablakhoz akarsz oda menni, mit akarsz úgy intézni. Bejön valaki, és el kell. Na, nála is előbb jöttem. Na, nála is. Na, nála is. És most miért? Most miért? Van ilyen. Ez a, milyen ez a rendszer? Hogy találták ki ezt? Mert semmi értem. Tehát ők mást ügyet intéznek, nem azt, amit maga. Ja, és mondja, akkor is én... mondja, hogy igen, és mondja, előbb jöttem. És nem akarja megérteni, és nem akarja felfogni, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy ők egy másik ablakhoz mennek, és nem ajánlott küldeményt szeretnének feladni, hanem mondjuk egy csekket. És kikéri magának. És a végén már ilyen nagyon csúnya. Igen. F-ezés. Én még nagyon szeretem, mondom, hogy hónapok óta járok újra. Tehát mindenféle ilyen modern dolgot, mint kártyás fizet is elvetettem. 3 napja vagy 4 napja voltam a postán, gyerekek. Ez sos megállt az idő. Megérteni. Tessék? Soha nem fogok megérteni. Sorsjegyet, kaparó sorsjegyet, bármit? Adhatom? Nem? Biztosítás? Figyelj, imádom. Nálunk a postát egyszerűen imádom. És kicsit szeretem, ha a sor vége majdnem az utcán van, mert többet tudok ott áldogálni. Tehát szinte már úgy megyek, hogy legyen nagy tömeg, mert áldogálok, átnézem a képeslapokat, a könyveket, és várom, hogy melyik ablakhoz tudok menni. Engedj magad elé mindenkit. Jó, ez egy jó ötlet. Imádom a postát. Már ahogy belépsz. De képeslapot például vettél valaha, vagy csak átbogarál? Csak nézem, hogy milyen jó a posta. Tudod, mit kér ki? A dísztáviratokat, illetve a részvédtáviratok listáját, mert van egy nagy könyv, persze. Egy nagy könyv, és akkor vannak ezek a úgynevezett sablonok, de nagyon sokféle van belőle, azzal elmegy egy 10-15 percet megint. Jó, nézegesd át őket. Imádok, mondom, imádok. Imádok postára. És kérjél mindenről számlát. Nem, azért nem. Külön-külön. Igen. Na jó van, köszönjük az SMS-eket, drágák vagytok. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Belevágunk a témánkba? Vágjunk bele, mert egy nagyon jó kis témát találtunk. És hát próbálunk majd úgy fogalmazni, hogy ne írjátok meg nekünk sokszor, hogy reggeliznék. De a téma egyszerűen jó, és hát mi nagyon szeretjük, és hát emberek vagyunk. Ez mindenkivel megesett. Ugyanis történt, hogy Twitteren írta ki magából az első randin átélt kálváriáját egy nő. Ez valóban megtörtént, lehozták az újságok, lapok. Leírta, hogy miért sült el balul az első randia, amikor is találkozott volna egy férfival. És ők egy élelmiszerboltban találkoztak először, aztán hát a nő úgy döntött, hogy elmegy randizni a pasival, miután a pasi elhívta. És úgy alakult a dolog, hogy a pasi lakásán kötöttek ki. Már az első randin, ami azért érdekes, mert elsőre nem biztos, hogy fölmész a pasi lakására, de ő úgy döntött, hogy ebből nem lehet baj, ő elmegy a pasi lakására. És... hát nagyon helyes történetet írt ki magából, és azt írta, amit már egyébként nagyon sokan szerettek, és nagyon sokan lájkolták magának, csak a címét a történetnek. El kell mesélnem egy történetet, a kakimról szól. Na, akkor itt mondom, hogy találjunk egy másik szót, és akkor innentől kezdve nyugodtan tudunk úgy beszélni arról, hogy mégsem mondjuk ki. Mert hogy nagyon fura története van ennek a randinak, és hát a hölgy balul sült el a randia. Már lehet gondolkozni egyébként balul sikerült első randikor, hogy mi történt veletek, drága hallgatók. Találjunk egy szót, amivel lehet helyettesíteni, amit nyugodtan kimondhat, mert ma már annyira álszent lett ez az egész, hogy egy reggeli rádió műsorban már ezt sem mondhatod ki, mert akkor most négyen ráncolják a homlokukat, hogy kaki. Szóval, hogy... Megint kimondta. Ez már főjelentés, vigyázz. Tehát a gyerekek, az ingerküze annyira durván alacsonyan van, de komolyan mondom, hogy ez már bántó, mert lassan nem lehet reggeli műsort készíteni semmiről, mert mindenbe bele lehet. Egy óvodába ki lehet ezt mondani, mindent. Kisebb kakilni, ez már ronda, aranyos, cuki szó, nincs az ég egyet a világon semmi. Nem, ezt most egyébként nem is a zenemára mondom, hanem a nagyon érzékeny hallgatókra, azok most hallgassák a Kossuthot vagy a Mária Rádiót. Köszi, pont eszek. Igen, és kimértek az ilyen típusú SMS-ektől. Jöjjenek a szinonimák, tessék. Itt van, várjál, most már azt se tudod használni, mert az alapszinonimák, a maci, mondjuk, ugye, amit szoktunk ma, a barna medve, már azt se lehet használni, mert arról is mindenkinek eszébe. Nem, a szinonimát lehet. Egy újat találjunk. Szinonimát lehet. A Veres Egyházán megsértődnek a Szilágyiék. Hogy hasonlít. Nekem mindegy, nekem csak azért kell tudom, hogy mit helyettesítsek be. Ott van a jól bejáratott barna kúda. Barna kúda. Legyen az jó, barna kúda. De a sokkal durvább, mint a kaki. De hogy is. Miért veszélyesebb a barna kúda? Barna kúda. A barna kúda tök jó, mert hogy értelmezhetetlen sokat számára, és ezért jó. Jó, na nézzük a nőnek a Twitter üzenetét, hogy mit írt, mert egyébként rettenetesen szórakozott és nagyon helyes történet. Bátor, higgadt, magabiztos nő vagyok, írta ezt a Twitteren, így aztán nyugodt szívem elmerte menni a WC-re, és...
Hát elhelyezte a barnakúdát, ugye? Hiba volt, így indul az üzenet. 3000 posztot kapott már ez az első mondat, és... Hát leírja, hogy tulajdonképpen mi történt, ugyanis elment a Palinak a vécére, nem működött rendesen az öblítés, írja a nő, aki az egész randit leírta. Ugye hát ez egy kellemetlen dolog, képzeljétek el a helyzetet, ott ülsz, eleve az első randi nem nagyon mész el budira szerint. Igen, meg rutintalan. Szorongsz, izgulsz, csapot engedsz, tudod, hát erről már sokat beszéltünk, hogy még nincs meg a puki bizalom. És hogy itt nem volt rutin, az nem volt rutin. Bizonyítja jobban, mint az, hogy nem húztál előtte a vécét, és ezzel nem generál zajt. De okos vagy. Mert bemész, idegen helyre elmész, és mondjuk számodra ez egy picit kellemetlen lehet, akkor rögtön öblítesz egyet, egyrészt csekkolod, hogy működik-e a tartály, másrészt pedig egy kis hangot generálsz, ami elfed. De azon mindenki tudja, mert ahogy bementél, rögtön lehúzod, ott mindenki tudja, hogy egyből a barna kúdára. Igen, de legalább nem. Hát nem. Tehát igen, tehát hogy ez igen. Ilyen ráutal. De ez jó, hogy mondod, én nem vagyok ennyire rutinos. Tehát először megnézed, hogy minden rendben van, de várjál, ez nem egy nyilvános helyzet. Tehát a Pali lakásán gondolhatod, hogy azért a WC az tiszta, rendes, rendben van, nem? Hát azért azt gondolja az ember, hogy fölmész egy Pali lakására, hát azért valahogy ő is lehúzza. Hát, tehát, hogy minden rendben van. Berakna valami zenét, vagy például legősebb. Hangosan. Igen, Clyder, nem, inkább legyen valami trash metal. De akkor hogy kinyitod a WC ajtót, és azt kapcsolj valami zenét, adod, vagy előtte szólsz. Úgy előtte szólsz, hogy tegyen be valamit. Mégse Clyder mond. Szóval írta ez a nő a Twitteren, hogy bátor, higgadt, magabiztos nő vagyok, elment nyugodt szívvel a WC-rébe, a hiba volt, nem működött rendesen az öblítés. Így kezdődik ugye maga a dráma, majd folytatódik. Hősünk, ugye idézek tőle, azt tette, amit minden bátor, higgadt, magabiztos ember tehet. Mit csinált? Leírja magáról, pánikba esett. Tehát hirtelen már a dolog ugye kint volt, nem tudott mit csinálni. Első randi szép vagy, illatos vagy, ott a pasi kint, az egész ugye nagyon romantikus, de hát ott most ott van. Hát ott van a csomag. Ugye nem tudsz el mit csinálni. Nem esett pánikba emberünk, tapra esett egyébként, nem esett pánikba. Azt mondja, hogy roppant kellemetlen volt, mert hosszú ideje tartózkodott a klotyón, és hát már nem tudott milyen kifogást kitenni, hogy miért nem jön ki. Ugye ment a gondolkodás, hogy mit csináljon. Egyetlen egy darab kis apró pici barna kúda maradt ott, írja a nő. Írja a baleset elszenvedője, aki végül is úgy döntött, ne. Tényleg, ne arra helyezzük, hogy mi van a folyamatban, hanem abban az életezik, hogy ott vagy a randin, ahol ez basszus baromi kellemetlen. Mert ciki, mert 5 éve házas vagy valakivel már szinte nyitott ajtóval tényleg is tudod. De az első randin ez baromi kellemetlen. A legjobb formádat próbálod hozni. És megy az idő. Igen. Megy az idő, és megy mindenki tud. Jól vagy, kicsim? Jól vagy? Kicsim itt még nincs. Jól vagy? Minden rendben? Egyre gyanúsabb, hogy te ugye bent vagy. Hősnőnk ekkor leleményesen letekert egy kicsi WC papírt, ami nem is olyan kicsi, és úgy döntött, hogy hát ezt a fajta kis rebellis hurkát, ez jó, nem lemenő rebellis hurka. Ezt a nem lemenő kis rebellis hurkát ő becsomagolja és berakja a ridikülje. Már. Becsomagolja és berakja a ridikülyébe, ahogy írta ezt a rebellis hurkát. Én imádom ezt a nőt, már most egyébként nagyon szeretem. Ez tényleg egy létező Twitter üzenet volt, a napokban jelennek. Visszament, írja a Twitter üzenetében, hogy élvezze a férfi társaságát, csókolóztak. Mint aki jól végezte dolgát. Halk zenét hallgattak, és képzeljétek gyerekek, az első randnél elképesztő. Ment az udvarlás, de közben végig arra gondolt, írja magáról, nem tudott másra gondolni, mint hogy az a kis rebellis hurka ott van a retikülyében. Csoda. Ez megvan. És egyébként basszus, egyébként nem egy életszerűtlen szituáció. Hova teszed te? Nem életszerűtlen, mert segítséget nem kérsz. Hirtelen, ha már kint van, nem hívod be, hogy szerelje már meg a WC-t. Gyere csak, nézd, nem megy le. Legyünk őszinték, nem. Te a legjobbat választottam. A fene se tudja. Mi a jó? Mondjatok más. Nem hagyod ott. Úgyse hagyod ott. Igen, de úgyse hagyod ott, hogy kirohansz a budiból és kirohansz a lakásból. Vagy eldugod a fürdőszobában. Egy kis aknát elejezel neki. Igen. Hölgy, esetünk főszereplője, titokban SMS-t írt a lány testvérének, abban bízva, hogy SMS-en keresztül tanácsot kap, hogy mit csináljon ebben a tragikus helyzetben. Hogy oldja meg. És a nővér azt javasolta, hogy menjen ki az udvarra. Kezdem már az SMS-t, hogy kapsz a tesótól egy SMS-t, hogy leírta. Hogy van egy kis adag rebellis hurkám a táskában. Mit tegyek vele? Segíts nekem. A nővér leírta, hogy menjen ki az udvarra, csináljon úgy, mintha rágyújtana, és szabadulja meg a kis rebellis hurkától. Hogy legyen már a kezében, rázza meg a gyufát, mintha eloltaná, és közben dobja el a hátam. Nem, hogy egyedül menjen ki dohányozni, és ott a kis rebellis hurkától valahogy
valahogy szabaduljon meg. Tehát, hogy mondja azt, hogy én rágyújtanék. Próbálja lerázni a palit, menjen ki, és amikor kint van, akkor ott valahogy. Valahogy szabadulja meg tőle. Aha. De hova kidobod az udvarába, az egyik bokor alá? Vagy nem. Mit csinálsz a WC papírra? Bízol benne, hogy a házigazda nem sokat gerebjézi. Igen, nem veszi észre, vagy a következő eső elmossa. Nézd be alján, Revelis úrka, nagyon jó. Megoldódott néhány óra múlva a szituáció, ugyanis... Néhány óra múlva, amíg ő ott halk suttogás, romantikus zene és finom csókcsaták mentek, ugye, bent a szobában. A pasi elment, és láthatóan le tudta húzni a WC-t, tehát valamiért neki működött, írja a nő ebben a Twitter üzenetben, és ekkor ő megkönnyebbült, felsóhajtott, 10 perce rá egy újabb csókcsata után ő is elment újra a budira, és búcsút intett a rebelis. Azt a rebelis furga csomagnak. És neki megint nem ment le. De akkor már ott volt a barátja is. És írt egy utolsó posztot még a randi után, amivel összegezte az ő kis levelét. Azt írta, ne igyatok kávét randi előtt, sokkal jobb álmosnak lenni, mint rebelis hurkát fejtegetni a retikülben. És ezzel zárt ő a sorokat, elképesztő megosztás, imádják, és mindenhol osztogatják az ő posztjait, hogy hát így jár az ember, amikor... Érdele a csávót, aki ezt olvassa, akinél fönn volt. Ha ugye... Magára ismer. Igen. Tudod. Basszus, ez nem az a nő, aki... Dehogy nem. Hello. Nem értettem, hogy élesen mesélgetőz meg. Elment, hogy sokáig volt kint, utána órákig csókoloztunk, de végig olyan feszült volt. Mi a fenét csinálsz? Ott van a ridikületben, vagy a kis szivacsatirodban. Tehát, hogy egyébként tényleg életszerű a szituáció, hogy nem egészen tudsz vele mit csinálni. Nem tudsz tőle megszabadulni. Nincs jobb ötletem, nem? Most kidobod az ablakon, tehát, hogy nem tudod kinézni, viszed magaddal a táskát, tehát mit csinálsz? Keresel egy üres krémes tégeit. Igen, tehát, hogy így, hogy szabadulsz meg tőle? Egy üres krémes tégely, vagy befőtesül, bemész a konyhába? becsomagolod alufóliába. Ja, én nagyon szeretem az ilyenfajta történeteket, mert ez emberi, és ez basszus mindenkivel megtörténhet. Tehát ne legyünk álszentek, nem? Hát azért ez bárhol, bármikor megtörténhet veled valami hasonló, tulajdonképpen. Na, és ami ugye bennünket érdekel, hogy az első randiról kinek milyen tapasztalata van, mert nyilván vannak olyan első randik, amik balul sülnek el, ahogy ennek a nőnek is balul sült el a randia. Vagy azért, mert történt valami olyan, vagy azért, mert a pasit utána, vagy a nőt nem lehetett levakarni, és folyamatosan nyomult, és nem tudtatok megszabadulni tőle. Vagy csak egyszerűen nem úgy jött ki a lépés. Egyáltalán randiznak még az emberek? Van ilyen ez a klasszik randi? Van hölgy ismerősöm, mert ő most már 40 fölött van, és egyedül álló. Most ugye ő azért van bajban, mert azt mondja, hogy nem tudja, hogy hova lehet elmenni 40 évesen, vagy 45 évesen. Tehát, hogy nincs olyan hely, ahova elmész, és tudod, hogy hasonló korúak vannak. Tehát internetes sztori, de úgy indul mindig, hogy ígyunk egy kávét. És akkor elmennek. Nem szabad, kávét, ígyunk, nem szabad, nem szabad, nem, nem, nem szabad, tudjuk. Mert tudjuk, hogy milyen a makacs csoki golyó. Nem szabad. Nem szabad. Jönnek a szinonimák közben, hogy mit használjunk, nagyon jókat kapunk. Makacs csoki golyó. Nem jó, ha makacs csoki golyó. A hölgy is leírta, a nő is, hogy ne ígyatok kávét. Na, tehát, hogy nem tudja, hogy hova lehet elmenni. Igen, és akkor általában elmennek egy kávézóból, isznak egy kávét, aztán vagy akkor abból már látod, hogy mi lesz a továbbiakban, tehát, hogy lesz-e belőle lakás. De miért, nincs hova menni? Hát, hova mész? Hogy ismerkedni? Hova mész el egyedül ismerkedni? Egyedülálló? Ja, hogy ismerkedni, utána már én a randira gondoltam, hát nincs hova randizni. Egyedülálló 40-es nő vagy? Egyedülálló 40-45 éves nő vagy. Mit csinálsz? Fölmész ilyen oltárskereső oldalakra. Hát ugyanezt csinálja, és akkor reménykedik benne, hogy ugyanazt kapja, ami az volt a profilképen. Ugyanaz érkezik-e meg, vagy se. Igen. Hát nehéz. Biztos, hogy nehéz azoknak, akiknek mondjuk 40 fölött nincsen párjuk. Ja, mert 20 évesen még elmész Dizsi, haverokkal mozi, ott összekacsintasz valakivel. És ő már szakított, vagy nem is volt, mert kicsit ketyós? Nem, szakított. És mi van? És mi van, ketyós? Ne figyelj oda, Kriszta! Ne figyelj oda! Te köszönj, de kérdés mondtad, hogy a 40 év fölött egy nőnek még nincs pasija, és nem is volt nagyon neki, akkor ott valami ketyóval. Ha már volt egy válása, van két gyereke, és már túl van egy-két komoly párkapcsolaton, akkor nyilván csak éppen most nincs valakire. Nem, ő repült ágról ágra, de így alakult. És mindig ott hagyták, vagy mindig ő hagyott ott mindenki? Azt sem mindegy, lehet, hogy neki nem jó. Vegyes. Tehát volt, hogy ő ugrott egy év után, volt, hogy 5 évig eszem együtt egyszer egy emberre. Uh-huh.
De nem, nem volt ilyen betyárt alér a sztoria. Ja, de nem mesélte, nem, hát, hogy ő az. Nem volt betyárt alér, és ugye seregbontó kartácsos sem volt neki, mert még kellett igen. Én nem is tudom, én nem is emlékszem már, hogy mikor randiztam, de hát nyilván ennek azt oka van. Én nekem volt egy ilyen nagyon kellemetlen. Nem is emlékszem, komolyan. Volt egy nagyon kellemetlen történetem, hát ugye 10 évesen, most sem. 10 évesen, nem, 10 évesen sem voltak egyébként ilyen nagyon menő cuccaim, és szétkopott ilyen kornadrágóval jártam, meg tényleg lepattant voltam egy bizonyos tekintetből, meg hát én ugye mondjuk a rockerek széles társadalmi körét erősbítettem, úgyhogy nálunk azért nem volt annyira fontos, hogy nagyon csinosak legyünk, viszont az ilyen randikra általában így próbáltam meg egy picit így rendbeszedni magam. És volt egy alkalom, amikor már nem tudtam jobbat kitalálni, mint hogy a nővéremnek a cuccai között elkezdtem keresgélni, és találtam egy ilyen nagyon jó állapotban lévő ilyen kis kornadrág, vagy szürke kornadrág volt, ráadásul stretch, tehát hogy így ilyen tök jó. Igen, tök jó, felsimult rám, jó is volt, egyetlen hátulütője volt a dolognak, hogy ennek női cipzárja volt ennek a kis nadrágnak, milyen meglepő, hiszen a nővérem nő. És tudjátok, az pont az ellenkező irányban néz, és ezek általában sokkal gyengébb cipzárok, egy ilyen műanyag cipzáros volt, egy ilyen látszat cipzárot, ők nem nagyon használják, vagy legalábbis nem olyan sűrű, mint a férfiak. Nem kell annyira feszesnek lenni, nem kell annyira keménynek lenni. Elmentem a randira, és következő történt. Fickosodtál? Abban a pillanatban, amikor leültem, szétrepet középen a cipzár. Hát ez imponáló. Hát egy nő a lenézés, azt látja, hogy már reped a cipzár. Kicsi Jani. Kezdj csókolom. Igaz, hogy női gatyában vagy, de azért ez nagyon tetszik. Hát. Onnantól kezdve végig be voltam feszülve, egy órán keresztül azzal voltam elfoglalva, hogy két ujjal összecsípencsem középen, hogy ne legyen feltűnő, hogy ott ülök egy női kornadrágban, szétrepet cipzárral. Igen, ebben nagyon szeretem, hogy belebújtál a nővéred gatyájába, hogy csinosabb legyél. Tehát, hogy ez már innen jó a sztori, hogy felvettem egy női gatyát, hogy csinosabb legyek. Mert úgy gondoltam, hogy a póló, hogyha kihúzom, nem tudom, hogy ez el fogja takarni. Nem takarta el. Meg volt a lány, vagy nem? Meg. Akkor? Nem akkor. Azt gondolom, hogy itt van egy pasi női gatyába szétrepes liccel, micsoda, minden benne van, mi női lelke van, de közben férfi. Gondolta, hogy egy összetett személyiség női gatyát hord, de férfias, de rózsanét hallgat. Ebben a sárban több van, mint amit gondoltam. Ilyetetlen összetett személyiség. Na, drága hallgatók, tehát első balul sikerült, rosszul sikerült randis történeteket keresünk, jó? Nem feltétlen tényleg kell arra kihegyezni, hogy WC-s történetek legyenek, tehát nem erre számítunk. Amikor, mi hogy fogalmazott? Mi volt? A rebelis, tehát nem a rebelis hurkákkal. A rebelis hurkákkal kapcsolatban. Sőt, ha lehet, akkor ne. Igen, csak amikor tényleg nagyon rosszul sikerült, és egyszer ott voltatok, készültetek rá, és hát az élet nem azt dobta, amit szerettetek volna. Jó, pasik, csajok, írjatok nekünk. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon helyes történetről beszélgettünk a hírek előtt, ugye, amikor is hát találtunk egy Twitter írományt, ahol egy nő kiírta magából az első randi kálváriáját, és hát leírta, hogy volt egy találkozója egy pasival, elromlott a WC, és hát ugye ott volt ez a bizonyos kis makas sokigolyó, amit ugye nem tudott hova tenni, nem tudta leúzni a budit, és szörnyű. De közben a történet, ahogy leírja, meg ahogy fogalmaz, amit ír magáról, az nagyon helyes, nagyon emberi. Maga a bátorság, érted, hogy ezt elmesélj meg magadról, szóval az tündér. Nagyon, nagyon helyes a történet, igen, és tényleg tök emberi. Kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy hát milyen első randis, balul sikerült élményeitek vannak, de ez a rebelis hurka annyira félrevitt mindenkit, hogy szinte nagyjából csak is kizárólag ilyen történeteket kapunk. Pedig nem ilyen irányba akartuk feltétlenül elvinni, hanem amikor valami nem tetszett, kiderült, köhögött egyet, mondott valamit, úgy nyúlt a csirkér, kézzel lette a pacalt. Bármi olyan, amikor rájöttél az első randinál, hogy na, ez biztos, hogy nem. Uh-huh. Tehát atya úristen, milyen jól indult, amíg cseteltünk, és mennyire elrontotta azzal, hogy mondott vagy csinált valamit. Ugyanakkor a beérkezett SMS-eknek a témája azt jelzi, hogy ez a bizonyos kis rebelis hurkás történet. Nem egy valóságtól elrugaszkodott. Nem. Csak ilyen, hogy is mondjam, csak egy ilyen hihetetlen sztori, ami egyszer akadt 100 évben, hanem egy széles körben jelenlévő probléma, ami sokakkal előfordul. De szépen fogalmaztam. Párommal az első randi nem teketóriáztunk, vacsora után hotelbe mentünk, aztán ott kiderült, hogy igen, csak
csak elcsapta a gyomrát a vacsival, így a következő ögyőrában ültem a kanapén, csendesen pezsgőt kortyolgatva, miközben hallottam az iszonyatos munkát a WC-n. Kijött, megtörölt az izzadságot a homlokán, és azt mondta, hogy leküzdöttem a Himaláját. Imádom, 4 éve vagyunk együtt, 2 hete megkérde a keze. Az megvan, gyönyörű kilátás Budapestre, ott tűz finoman, korcsolod a kis száraz pezsgődet, eszed az eperet, de pasi meg, mert Istenem, egy tökéletes van, de vagy tökéletes férfi. És gondolj, kinek a rosszabb, az, hogy Palinak kellemetlenem. És hát képzeld azt a helyzetet, nem? Szörnyen kellemetlen. És közben néha kicsi kinyílik az ajtó, hogy kapcsolját valami zenecsatornára, tudom, tegyél be valami zenét. Igen, keres egy természetes csatornától lépen van egy lavina. Vagy Gabikám, nyomd már fel a hangerőt 16-osra, mert ez itt nagyobb meró lesz, mint ahogy indul. És aztán szépen visszamész, igen. Ha egy férfi az első randi után meg tudja mondani, milyen színű a szemed, akkor túl kicsik a melleid. Kaptuk valószínűleg egy női hallgatónktól, nagy igazság, nagyon szép, köszönjük szépen. Első randi mozi, nekem becsipődött a derekam, a csajnak meg sikerült egy szempillát bele tatarozni a szemével. Derékszögben ültem végig a filmet, ő meg félvakon törölgette a könnyeit. Mozi után mentünk az ügyeletre, mint 2 rokkant. Papírunk van az első randiról, már a feleségem, és van 2 gyerekünk, Gábor kultgyerekünk Dunaújvárosban. Azt mondja, hogy egyszer volt egy lány, randiztunk, szép étteremben, jó ruha volt rajta, volt normális kocsi, de te el volt halva az első randitól, felvittem magamhoz, panába laktam az anyámnál, a csajára azt mondta, hogy azt hittem, gazdag vagy. Oh. Erre ledolgoztattam vele a vacsorát, és hívtam neki egy taxit. Korrekt. Sokadik randi volt már ezzel a lányal, és úgy döntöttem, megborotválkozom elől hátul. Alaposan elkaszálhattam egy eremet. Mert mikor odaértem, láttam, hogy szörnyű dolgok vannak a boxer alsomon. Ugye? Amikor egy pasi túl gondolja az Isten. Elkaszálja a gyerét hátul. Alaposság. Igen. Kedvesemmel egy étteremben vacsoráztunk, 3. randikon, amikor a levesembe kézzel őröltem piros erős paprikát. Hazaérve kézzel kezdtem el kényeztetni akkori párom rózsácskáját, mikor sikítozva kiszaladt, hogy égeti valami. Én még már akkor tudtam, hogy mi nem tartott sokáig, azóta se tudja, hogy mi lehetett. Szegényként még egy csomószor elnézést kért, én meglapítottam. Gyönyörű. Ugye, amikor elfelejtett, hogy mi van a kis ujjacskáidon. És maradt azon egy kis piros paprika. Új cipőt vettem, randira abba mentem, de nem tudtam, hogy olyan teházba megyünk, ahol le kell venni a cipőt. És igen, ezt az SMS nem jelöltem, úgyhogy nem folytatom. Én az első randin a lánynál elmentem kezet mosni. Képzelem, de... mi lehetett benne. Ja, ez se jelent. Le, igen, óvatosan. Többen jelölünk SMS-t, és más az inger küszöb. Lacinál más az inger küszöb nálam. Tehát, hogy én más fejjel gondolkodom. Ez egy olyan diagram, hogyha sok a mélység, sok a magasság. De onnan jut, tehát lentről jó fölfelé támadni. Szép nyári napon a környék legjobb éttermében, a teraszon kellemes ebéd és beszélgetés, hirtelen delikvens a földön, lábai égnek, ugyanis kitört a szék egyik lába. Ő zavarta, mondta, láttad ezt a kifinomult mozdulatsort? Nem hívott többet a srác, tehát valószínűleg ő magáról így. Nem sok ebben delikvens a földön. Ez jó. Delikvens a földön, lábai az égnek. Ez megvan, ahogy rommá töri magát. Azt mondja, hogy első és egyben utolsó találkozás volt a Margit szigeten. Beleültem egy kutyagumiba világos szürke naciban, amit akkor még nem vettem észre. Onnan kb. 1 óra volt BKV-val hazaérni, félúton már éreztem, hogy valami nincs rendben, mert hogy mindenhol követett a szag, ultra gáz volt. Valószínűleg ezért nem is találkoztunk többet. Tehát, hogy... Ezt én nem érzem úgy cikinek, ez nem a te hibád. Hát most lepuppantatok valahol, hogy beleültél. Tehát ez kimagyarázható, nem? Hogy... Hát ha észreveszitek, de ha nem, csak mentek, és soha nem jövünk el a szag. És már nézem balra jobbra, és jön melletted a csaj, aki beleült, és valahogy mindig felül, igen, andaloktok az Árpád ikveri. A kezében egy szál virág, dudorás. Szövetkered, büdös. És valahogy ez a dolog. Minden olyan tökéletesnek tűnik, de mégsem. Hát igen, valahogy ez a dolog, ez nem működik. Ő azt hiszi, hogy belül ledárad, te azt hiszi, hogy belül. Jó, örülünk, hogy sokaknak van hasonló története, de nem teljesen ilyen irányba akartuk terelni a dolgot, de úgy látszik, hogy a csaj Twitter üzenete azért sokakban megmozgatta ezt a régi, hát hogy is mondjam, emléket, amikor is ugye baj volt bizonyos dolgokból. Mert hogy normális elcseszett randik igazából nem is jöttek, csak hát ezen témakörben. Hát vagy lehet, hogy minden más egyébként ki tudsz dumálni randén, ez az egy, amit nem.
Nem, hogy ezért írták ezeket. Viszont az összes többire nem emlékszel, ezekre meg igen. Na, ja, ugye? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nagyon sokan kérdezitek tőlünk, hogy folytatjuk-e még trollkodásunkat már, ami a nagyon tudományos és abszolút reprezentatív kísérletünket mutatja, ugye, a hogy... tudományosan van a hangsúly. És itt a tudományosan van a hangsúly, miszerint betelefonálunk-e még más rádiók reggeli műsoraiban. A dolgot azért kell abba hagynunk, mert hát nem, hogy elterjedt ez a dolog, hogy mi elkezdtünk trollkodni és három napja ezt csináljuk, hanem vidéki rádiók készülnek, várnak minket, írogatnak nekünk, hogy őket hívjuk, és most kicsit mindenki abban reménykedik, hogy már ő lesz a kiválasztott, és kellőképpen be tudja promózni magát. Tehát ez addig volt jó, és addig volt spontán, amíg hát erre nem voltak felkészülve a rádiók. Azért nem folytatjuk és állunk meg, bár azt ígértük, hogy ma még megtesszük, mert most már nagyon sok helyről hallottuk. Azon rádiók közül is, akiket hívtunk volna, hogy tudnak róla, hallották, várják, készülnek rá, és komplet stábok állnak ott, hogy adásba kedvek előket. Na, ha nyelveszed föl, köszönjél, mondjad a neved, és azonnal tedd a pultra. Marika, ha szól a telefon. Tesőkém helyesbítenünk, nem 300 000 fogják hallgatni, hanem 1 800 000 majd. Igen, úgyhogy itt ére pont egy hallgató, hogy trollkodjatok, léci, már tegnap is éreztük, hogy már egy-egy rádió számít ránk. Kitalálunk majd valami mást, és természetesen folytatjuk, de ez tényleg akkor jó, és úgy jó, ha előre kellett volna megcsinálni, és elkészíteni X beszélgetést, és aztán leadni ugye felvételről, de ennek híre ment, úgyhogy ezt befejezzük, és nem folytatjuk. Hát. Már, de nagy sikerű rovat volt, rövid ideig tartott, szerettük, de mi is nagyon szerettük. Volt. Kiderült, hogy nem könnyű reggeli rádió műsorként bekerülni egy másik rádió reggeli műsorába, sőt, mint több szinte lehetetlen. Szerintem nem? Már riadólánc ment egyébként, egymást is hívogatták. Van most egy ilyen a Morning Show-ba, figyeljetek. Igen. Ha jön, ha valaki azt mondja, a Balázs, azonnal adásba. Összegezve vízforraló, kesztyű, 2 óra ingyen parkolás, és semmi más nem sikerült. Sok minden nem nyertünk azért ebben a 3 napban, legyünk őszintén. Majdnem megvolt egy 10 000-es ajándékcsomag a Csaba rádiótól, de csak majdnem. Ott Csaba fúvol a játéka. Ja nem, az a Kecskemét, ott majdnem nyertünk egy siófoki állom hétvégét egy Ladával. Jó, de az már olyan, mintha. Lada tesztvezetés. Teletonka. Azért azt tegyük, hogy Lada tesztvezetés. Igen. Tegnap írja egy hallgató, nem tudja, hogy komoly-e, hogy milyen kár, hogy nem délután vagyunk, mert délután áttelefonálhattunk volna a Musicba, ahol egy 2-1-ben hátvakaró és cipőkanál volt de a nyeremény. De jó, azt. Úgy de szép. Nem tudom, hogy komoly-e, ha komoly, kicsit megrémiszt a dolog, de hogy egy hátvakaró és cipőkanál 2-1-ben ezt lehet délután nyerni. Vagy rendes kanál és más vakaró, hogyha megfordít. Igen. Na, úgyhogy köszönjük, drágák vagytok, hogy ezt hiányoljátok, de azt gondoljuk, úgy érezzük, hogy ezzel meg kell állnunk. Hát ugyanakkor lehetne ma is elereszteni telefonon egyik kedves hallgató. Én szívesen azért benne vagyok. Ez Dávid küldött nekünk egy hirdetést, amit egy újságban talált, és szerintem nagyon izgalmas a téma. Következő, itt van egy szám, nem mondom be, ha akarjátok, szerintem felhívhatjátok. Egy nagyon kedves idős hölgynek az arca van még a képen, és az, hogy 82 évesen úgy érzem, nincs határ, hívj bátran. Ne. Föl. 82 évesen nem úgy érzem, bár. Nincs határ, hív bátran. Aha. Ó, hát na, ez jó. A számot. Hát az akkor elején. Megyünk tovább ezen a vonalon. 82 évesen úgy érzem, nincs határ, hív bátran, és egy nagyon helyes ősz, hajú, nagyon idős néni van. Igen, nem áll. Igen, szerintem nagyon finom pitéről lehet. Almás. Társkereső oldalon? Igen. Aha. Pultra tudunk rakni saját telefon? Mert szerintem 90-es mi nem tudunk hívni. De mit ígérhet a néni? Igen. Kosztold meg a pitémet. Úgy sütök, ahogy senki más nem süt. Hívjuk föl, nézzük meg, hogy tudunk-e vele beszélni élőben. Jó, hát hasonlít az eddigihez. Így nem tudunk 90-est hívni? Lehet emelni azt? Igen? Na, most mondod, Zsűr. Most nem tudjuk, évek óta? Hát életbe, hát. Szerintem nem lehet. Nem jogosult. Nem jogosult. Nem, nem jogosult. Okay. Nem jogosult. Akkor tegyünk egy telefonpultra. Kénytelenek vagyunk Zsül telefonjáról. Hát vagy az enyémről, és kihangosítom. Csak nem lehet jól hallani. Pultra nem tudod rakni? De tegyük pultra. Hol ez a zsinóra? De a néni nem lehet, hogy kivágták az arcát valahonnan és berakták. Tehát ez a néni keresi most a párját. Lehet, hogy csak illusztráció. Azért mondom, lehet, hogy csak illusztráció. Nem lehet, hogy nénye illusztráció egyébként tényleg. Tehát, ja, hogy... De mondjuk Dávid irányultságát sem nagyon értem, de mindegy, ez egy más téma. Igen, lehet, hogy ő is így arra vágyott, hogy valaki, mert ugye Balázsék is kapnak egy nényétől, egy nagyon kedves nényétől időkére egy tázta süteményt, nagyon finom rácsos linzert. Nem nekünk van ilyen kapcsolatunk. Igen, várjátok, gyerekek, nekem a néni az bérsüt. Tehát
ő bérpitét csinál, nem ajánlott még soha más, és nem volt ilyen, hogy átadta a forró gőzögő almás pitét, és kacsintott egy nagyon. Hetek ezelőtt én elmondtam, hogy van egy néni, akivel mi bér sütettünk, mert szenzációsan süt, és én adok neki pénzt, ő ezen egy kicsit keres, és megsüt egy óriási tepsi almás pitét. Ez egy, megint egy win-win helyzet, ugye? Az. De ez a nénye, ez a néni sosem kacsintott rám, hogy manáskám, a másik pitémet is megkóstolhatnám. Nem akart elköszönteni, manáskám. Igazi a pide. Ilyen ebben a formában nem volt. Pulton vagyunk, Zsűr? Pulton vagyunk. Na, mutasd a telefonszámot, Léci, még egyszer. Itt van, tessék, parancsolj. Mit ír a nénye? Hogy 80 évesen, úgy érzem, nincs határ. Hív bátran. Hát én bátran fölhívom. De most mi, hogy beszéljünk vele? Hogy rádióban vagyunk? Vagy? Hát jó kérdés. Hát mondani kell, nem? Mondjuk. Igen, szerintem azt kellene, nehogy esetleg. Hogy valakit fölhívtunk. És... Persze, mondjuk neki, hogy... És ezt egy hallgató küldte át magát a hirdetést? Tényleg? Igen, igen, igen. Köszönjük, Dávid, még egyszer. Fura ízlésed van, de köszönöm. Szerbusz, angyalkám! Na, ne! Kezi csokolom! Halló, hogy hívnak? Kezi csokolom, jó reggelt, Balázs vagyok, Sebestyén Balázs. Jó reggelt, kedves Balázs, a Morning Show-ból? Igen, 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 igen. Tetszik miket hallgatni? Igen, édesem, mindig hallgatom ezt a csodálatos rádióműsort, és örülök, hogy hallom a hangodat. Hogy vagy, Balázs? Hát, lassacskán. Öregesen. Öregesen vagyunk már meg. Egy keresztemet tetszik... Hallom, hogy nagy ott a Jóker. Hát, az bizony, az bizony. Egy újságban láttunk egy hirdetést, a szöveg úgy szól, hogy 82 éves vagyok. Hogy van? 82 évesen úgy érzem, nincs határ, hív bátran. Hív bátran. És mi hívtunk? Vagy hát hívtuk vagy nem tudom, mit mondják. A határig nem menjünk el, de vázoljunk már. Hát özvegy asszony vagyok, édesem, és hát a leányom segített, hogy föladjam ezt a hirdetést. Egy keresztnevet tessék nekem mondani, hogy csak fölírjam. Hogy? A keresztneved. Hogy szólíthatjuk, lénye? Hogy szólíthatjuk, lénye? Erzsike, Magdi, tessék. Olga vagyok, elnézést. Olga, kezdj csokolom magát, Sebestyén Balázs, még egyszer. Olga néni, ez a lánya segített feltenni, ezt mi egy bulvár újságban találtuk, illetve egy hallgatónk küldte. A lánya tette fel Olga nénivel ezt a hirdetést? Igen, édesem, hát ő mondta, hogy találjak már magamnak valakit, hogy ne legyek egyedül. Ja, ez egy társkereső. Értem, ja, értem. Tehát ez Olga néni egy társkereső oldalra tette föl. De ugye egy párt keres. Én nem magad. Tudtam, hogy ez valami labba van benne, édesem, hanem képzelj el, hogy ő hozta az újságot, és akkor ottan mutatta nekem, és hát majd leestem itten a Hókedliről. Ja, hogy Olga néni látta már önmagát az újságban. Az a fotó, ami ott van, az valóban Olga néni, amit mi láttunk a fotón? Ez az én fotóm, aranyoskám, igen, a leányom kért egy fotót, és hát itten elővettem a dobozt, és abból adtam neki. Mi vagyunk az első, aki hívják Olga nénit? Nem, aranyoskám, már voltak jelentkezők. És randi is volt belőle, vagy csak a telefonhívás? Hát meg van beszélve egy randevú, de hát nem tudom, hogy mi lesz belőle, mert még azt mondta az úriember, hogy majd visszatelefonál, és akkor meglátjuk. Itt valami nagyon nem stimmel. Hát igen, valami nagyon nem stimmel, de egyelőre nem jöttem rá, hogy mi nem, mert én most ebbe belecsöppentem. A hallgatónk által, aki átküldte ezt a fotót. De kedves Balázs, hát mit akartál, vagy tegezhetlek? Tegeződjünk, én nagyon nem tudok magázodni, mert fejben mindig át kell konvertálnom. Jó, rendben, akkor tegeződjünk, úgyis az elején letegeztelek téged. Na, az nem baj, az nem baj. Hát úgyis az idősebb ajánlja föl, ugye? Nem így van? Talán igen, azért ilyet még egyszer. Meg hát Balázs is jelezte már, hogy most már csak lassacskán. Ez a helyes aranyoskám. Hát figyelj, várom az igazit, nem hiszem, hogy fehér lovon fog jönni, de sose lehet tudni. Tehát ez az egész inkább úgy néz ki, mint egy szexhirdetés. Maga a kép, meg hogy hív bátran. Hát ez a hív bátran, mi a szöveg? 82 évesen úgy érzem, nincs határ, hív bátran, és ráadásul egy olyan hirdetés alatt vagy, illetve tetszik lenni, ami mondjuk úgy szól, hogy Dúskeblő Pécsen ismerkedne. Tehát, hogy... az egész nem egy társkereső oldalon volt, hanem inkább egy szexhirdetés. Nem tudtam, drága szívem, hanem a lányom azt mondta, hogy ez megjelenik több helyen, meg állítólag az interneten is, én nem használok internetet, és hát az az igazság, hogy van ilyen okostelefon, de hát mindig elnyomkodom meg minden. Azon és ez most kinek ketyeg ez a 0690? Hát a lányának. Hát most a lányának ketyeg Olga néni.
Mert Olga nénnek most összetettünk már ebben alatt. Az én telefonomon csörög, amíg ez a hirdetés megy. Ja, értem, értem. És mocskos gondolatokkal telefonálnak férfiak, vagy eddig csak kellemes beszélgetés volt, és Olga néni kedvenc főztjéről érdeklődtek. Félreértik, vagy... ha nincs határ. Hát, vagy belementek ebbe, hogy mit jelent, ha nincs határ. Hát a kedvenc főztömre nem hiszem, hogy kíváncsiak lettek volna, de az az igazság, kedvesem, hogy inkább tudod, miről érdeklődtek, ami miatt nekem nem túl szép gondolataim támadtak. Hát, hogy milyen házba lakom, mennyi a nyugdíjam, meg ilyesmi. Ja, fiatalos a hangol, tehát nem tűnik, nem tudom, 82-nek, vagy 85-nek. Hát édesem, azt mondják, hogy 60-nak se nézek ki, mert nagyon jól tartom magam. Aha. És akkor ez egyfajta kis tornázol. Irándulok, azért próbálom magamat úgy karban tartani, hogy az jó legyen. És ez akkor egyfajta nyugdíjkiegészítés tulajdonképpen? Hát most ezt megint nem értem, kedves Balázs. De jó vagy. Nehogy nem érted, kedves Balázs. Nehogy nem érted ezt. Hát én egy emelt díjas telefonról hívlak. Tehát ez valakinek valószínű, hogy ketyeg. Tehát akkor ebből valaki pénzt keres, rosszul gondolom? Hát én azt nem tudom, mert mondtam neked, hogy egy hirdetést adtunk föl, ami pénzbe került, azt mondta a leányom, hogy ez megy hétfőtől péntekig, és addig, hogyha nekem van olyan szimpatikus jelentkező, akivel randevút tudok. Értem, tehát finoman futtat a lányod. Hát ezt nem, végképp nem értem. Nagyon jó. És így a hang alapján egy Balázs szimpatikus annyira, hogy esetleg valahol összefussanak egy beiglire? Zserbóra írt. Az a zserbóra. Beleszúrt villával. Na, Olga, fontos. Olga, nagy játékos vagy te. Jó, és a lányod mit csinál egyébként? Tudhatjuk, hogy mivel foglalkozik? Igen, drágám, könyvelő a lányom. Ja, igen, könyvelő. Szerencsés, mert ő félnél van. Aha, ja. Azt hittem, hogy két hirdetés elejéből őt is megtalálj. Nem csak azért tényleg, mert olyan tényleg sokkal fiatalabb a hangot, hát a 82 évesek azért nem így beszélnek, de értem én, akkor te csak ártatlanul bekerültél, te csak társat keresel, de közben... Olga, hány ilyen hívás van naponta? Én nem tudom, de a lányodnak már vettem egy kisebb lakás, gyerekek, mert hogy ez az én telefonszámom. Azért kérdezgetünk. 2-45 percenként csevegjetek. Hát édeském, most így reggel, amikor fölébredtem, akkor utána ketten hívtak föl. De hát az egyik fiatal úr, az 26 éves volt, és hát mondtam neki, hogy felejtsük el a Óriási. Hány éves vagy valójában? Hát édesem, mondtam a koromat, hát most, hogyha te nem hiszed, nem, csak el az drágával. Bennem hát van a, bennem Balázs, van a. Hát egyébként sem illik a hölgyektől ilyen. Az igaz, ez egyébként igaz. Hallgatsz bennünket? Ismered a műsort? Ismerem, és szeretem is a Morning Show-t, általában azzal szoktam ébredni. Uh-huh. Helyileg merre vagy, ha én találkozni szeretnék veled, akkor hol tudnánk? Csak kérdezem. Én debreceni hölgyemény vagyok, drágám. Debrecen, a mindenit, jól messze vagy tőlem, aranyom. Jó, hát egy bevállalós mindent megér. Végaztad magad azzal, hogy most kifizettél nekik egy szoboszlói hosszú hétvég. Hogy hívják a lányodat? Hogy tudhatjuk, csak mindegy. Angélának. Angéla. Angélának jó utat kívánunk az Egerszalóki wellness szállodában. És gondoljatok rám, ha ültök 10 órakor a jacuzziba, hogy ez Bali fizette. Kiváló üzletember, kiváló könyvelő. Hát és csodálatos is gyermek. Egy Egerszalóki út, megmondom őszintén. Igen? Nekem is rám férne egy kis wellness. Igen. Egy jó kis wellness. Beszélgetünk még egy 5 percig, akkor megvan az is. Beszélgetünk még 5 percet, az egész család elmegy. Olga, puszilunk téged, örülünk, hogy találkoztunk. Teljesen váratlanul, képzeld, ezt a hallgatónk találta meg valamelyik újságban, és küldte el nekünk, hogy milyen érdekes egy 82 éves nagyi párt keres na, magának, és mindent bevállal. Örülök én is, hogy hallottam a hangotokat, és legalább ilyen vidám napot nektek is. Köszönjük, puszi, jó egészséget! Szia, Olga néni! Puszi, ciao, hello! De nagyon meg lett a vezetve gyerekek. Hát, ahogy fölöltem, akkor lehetett tudni, hogy... Úgy, de nagyon-nagyon-nagyon meg lettünk vezetve. Atya úristen. Tehát miről van itt szó tulajdonképpen? Tehát azt mondom, hogy én akarok pénzt keresni, ártatlanul beszélgetek, gyanútlan emberekkel eljátszom, hogy idős vagyok, valaki felhív egy 0690-es számon, a fele megy a szolgáltatónak, a fele nekem, és vinámon 200 forintért percenként csevegek, kiéhezett, nem tudom, férfiakkal, akik mondjuk gerjednek az idősebb nőkre. Ennyi? Ennyi. És egyébként 40 éves vagyok, nem Olga vagyok, nem debreceni vagyok, és nem könyvelő a lányom. Nem? Nagyjából ennyi volt a valós. És soha nem lesz közt
éreztetek egyébként rendes soha kapcsolat? Soha semmi, hát sem beszélgettek. Beszél. Erre gerjed valaki, hogy egy magát 82 évesnek hazudó nővel beszélget telefonon, és hát ő neki jó. És hát ezt te kifizeted, neki is jut egy kicsit. Uh-huh. Tehát úgy volt Olyan. Olga, hogy a Janis annyi. Nem? Tehát körülbelül is úgy volt 82 éves, mint ahogy a 73. De ugyanakkor meg zseniális, hogyha belegondoltak, mert gyakorlatilag a horog, a csalival ez a három mondat volt. Uh-huh. Hát gyerekek, mondjuk ez a fotó alapján, aki felhívja, az akadjó horogra, az megérdemli, mert ott van azért egy... 82 éves vagyok, és nincs határ, és ma már mi voltunk a harmadikon. És fél tíz. És fél, igen. Remélem, Angéla jól érzi majd magát valahol. Valamit ki kell találnunk, valami szöveget. Valami idősorokon valahol. Azt írja egy hallgató szenzációs SMS, jól behúzott benneteket, Bak Szilvia. Zseniális. Jó, hagytuk magunkat átszenni. Drága hallgatók, ha látok hasonlót, akkor nyugodtan, jó morning show kukac.classfm.hu, küldjetek el az e-mail címünkre, úgy gondoljátok, hogy hívjunk föl, valakit járjunk utána, derítsük ki, járjatok ti is nyitott szemmel, egy hirdetés az újságban, bármilyen, ami felkelti az érdeklődéseteket, nyugodtan küldjetek el nekünk, ha van rá időnk és témáink engedik, akkor nagyon-nagyon szívesen egyszer-egyszer átcsörgünk így valakire, egészen nyugodtan. Bár. Ahogy ez Dávid is elküldte nekünk, bármi olyan, ami nektek tetszik, látjátok, röhögtök rajta, vagy úgy gondoljátok, hogy mi kicsit utána tudunk menni a dolognak, morningshow@classfm.hu, küldjetek el, felhívjuk, így ahogy van. Olga nénit is. Van. És hogyha most esetleg a hétvégén láttuk egy vidáman pesgőző idős hölgyet, egerszalókon a jacuzziban, akkor köszönjetek nyugodtan oda, hogy csokolom, Olga néni! Olga néni és Angéla egy nagyon drága száraz pesgővel kocint, és azt mondja, hogy köszi, Bali, akkor igyatok ti is. Igen, tényleg. Mennyi? 2-50 percenként mennyi? Ilyenkor oda kell írni, azt tudod? Lehet, kis apró betűvel, nincs alatta? Nincs alatta, semmi? Mindig fel, oh, nem kell feltüntetni? Aha, nem, akkor lehet, hogy az ezeres. akkor lehet, hogy nem, igen, egerszalókra mennek, hanem külföldre. Na jó van, tényleg, ha láttok ilyet, nyugodtan küldjetek el nekünk, jó? Ügyesen csinálta, azért ezt tegyük hozzá, jó. Bár a hangja alapján azért azonnali bukó, igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.